egy japán játék lesz bemutatásra, egy japán méghozzá, hát ugye japán konzol, japán játék, és teljes mértékben kizárólagosan csak Sony PlayStation-ön futó játék, amit mondhatni nagyon vártam, de inkább azt vártam, hogy én a Ghost of Tsushima-t szerettem volna folytatni, mert ott még van egy kiegészítő, amit nem fejeztem be, és nekem az a játék az nagyon-nagyon bejött, és egy picit zavar, hogy pont most jön ki a Rise of the Ronin, ami hát ezzel most meggátolja azt, hogy én a Ghost of Tsushima-val játszak, illetőleg azzal a világgal most, hogyha ez a játék jó lesz, akkor megint megterítődök egy időre, de mindegy, ez csak az én problémám, az, hogy milyen a játék, hát pár dolgot már láttam róla, érdekesnek tűnik, pár első ránézésre a Ghost of Tsushima-t nem fogja leverni, én szerintem a polcról. Ghost of Tsushima jön majd PC-re is. Na, az majd jön PC-re is, király. Jó estét mindenkinek, szevasz, Gyogyi Mogyi, szép estét, szevasztok, szevasztok. No, a Rise of the Ronin kérem szépen magyar nyelven lesz hallható, a magyar nyelvnek pedig van egy, az angol nyelvnek egy tudora, aki nem sokára megjelenik, de előtte még közérdekű információimat pattogtatom el, méghozzá azt, hölgyeim és uraim, hogy erre a linkre lákattintva láthatjátok, hogy merre megyek a nagyvilágba, azaz Magyarországon belül, ugyanis március 30-a Budapest, ott már nincsen jegy, de viszont április 5 Fót, április 12 Mohács, április 18 Békés Csaba, április 19 Balmazújváros, április 25 Tolna, és azt hiszem itt fogom befejezni a vidéki turnémat erre a szezonra, tehát még egyszer, hogyha valaki hallotta azt a várost, ahol lakik, és szeretne megnézni engem és Rezsőkét, hogy élőben osszuk az észt, akkor mindenféleképpen erre a linkre rákattintva meg tudtok minket nézni élőben is. Aki nem szeretne élőben jönni, mert olyan figura, annak pedig nagyon javasolnám az online színházat. Itt különböző előadásaink vannak, amik már nem láthatók színházban. Van a Bolondok hajója, Jankovics Petivel, illetve most Hevér Gáborral is elkezdtem ezt az estet. Gyakorlatilag teljes improvizáció, totál kreténség. Ezt is meg lehet nézni. Illetőleg, ami még talán fontos, hogy a YouTube csatorna is beindult. Újból összerakjuk Rezsőkét. Új videók vannak, tehát kérlek, ha tetszik, osszátok meg, iratkozzatok fel, hívjatok még embereket, hogy ők is még iratkozzanak fel, és ne adjátok fel soha. Never give up, ahogy az angol mondja, és most nem húznám tovább az időt, hanem kezdődjék a játék! Nos, hölgyeim és uraim, itt vagyunk az egyetlen gombnyomás előtt, már csak egyetlen gombnyomás választ el attól, hogy belépjünk Japán középkorába. Akzanárnak nagyon szépen köszönöm, hogy Mrs. Akzanár betoborozta, nagyon szépen köszönöm, kedves Akzanár, most már az Akzanár család jó része itt van. Illetve GTR írta, hogy még a környékre sem megyek, miért, milyen környéken laksz GTR, ahova nem megyek. GTR-es. GTR-C. Emery, nagyon szívesen a vidám órakat, annyi virám órát szerzek neked, ahányat csak akarsz. Köszönöm szépen mind a 22 hónapodat, legyél örök élető és örökké mogger. Köszi, köszi, köszi. Szóval
Azt mondja, mindenki piedesztára emeli most a Ghost of Tsushima-t, miközben szerintem egy középszerű open world megvalósítás lett sajnos. Hiába a jó harc, meg a grafika, ha egy idő után iszonyatosan unalmas és monoton lett benne a felfedezés. Hát én nem tudom, mert annyira jó benne a harc, hogy én nem éreztem monotonnak a felfedezést. Szentes mellett, a múltkori szentesi est ideje meg pont külföldön voltam. Ó, GTR-es szentes melletti vagy hol? Csak azért, mert a fél családom szentesi, az asszony. Egyébként Szegeden is voltam, az is ott van Szentes környékén. Sőt, azt mindig összekeverem. Szevas Zsolti Gaming. Alex Kingnek köszönöm szépen a 29. hónapját, legyél örök élet és örök ki, Mogger, kedves Alex King. Köszi, köszi, köszi. Kunszent Márton. Hát igen, az valóban ott van a környékén, de azt ott körbelőttük, kérlek. Balmazújvároson ott leszek, mester, elmegyek az előadásra. Nagyon jó, Red Face. Várlak szeretettel. Na, hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy két böfögés között bekonferáljam, bár nem így terveztem, de nem régettem, az angol nyelv magyar hangját, a csatorna egyik ős fordítóját, aki titkos ősi tekercsekből tanulta az angolt, és már nagyon régóta beszéli, a japán angolt is, és hát már sokszor láthattátok itt a Elme Színház YouTube csatorna tulajdonosa, és a Fekete Puty Twitch csatorna tulajdonos, ahol szerepjátékot játszanak nagy erőkkel, és aki akar, csatlakozzon erre rá. Óriási tapsa és nagy szeretettel fogadjátok Mr. Fekete Putyot! Jó estét mindenkinek, jó estét munkertársak, éppen nem tudom egyébként, hogy a tapsot bekapcsolod, vagy nekem az jár, vagy nem jár, mert Discordon ezt nem hallom. Megkapcsolom, természetesen. Nem tudom, amikor szólaljak meg ilyenkor egyébként. A két büfögés között ez pont így méltónak érzem. Az egyébként jó lett volna, de annak már vége, azt lekésted. A tapsot most kikapcsolom, olyan 15-20 másodperces tapsokat szoktam nektek nyomatni. Azt nem tudjátok, hogy Fekete Puty másik neve Bors Puty. Igen, egyébként. Vagy Torkos Puty. Fekete Bors és Torkos Puty. Bár azt hozzátenném, hogyha valakivel engem összekevernek valaha, akkor a borsot azt szívesen vállalom. Azt igen? Mondják, halk vagyok. Igen, halk vagy. Ez való igaz. Én is úgy hallom, hogy halk vagy. Megnézzük, hogy miért. Itt még tudok húzni rajtad. Na, most beszéljél, kérlek. Most beszélek. Hogyha nem jó, akkor még tudok állítani én is. Csak akkor egyikünk állítgasson egyszerre. Szerintem ez már jó kell legyen. Jobb, írja DDN. Nagyon jó, király. Egy na, képernyőt megosztaná le velem, azt akartam megkérdezni. A sok gondolaton kívül legyen akkor egy képernyőosztás. Várjál, most ez olyan furán néz itt ki. Ja, tudom miért, mert hogy... Na. Úgy, és akkor most így, és akkor így, és akkor így, és ennyi. És már ott a képernyő megosztás. Látom is. Felkészültünk az indulásra? Fel. Paf! A Ronin felkelése? Hát felemelkedése. Igen. Az lehet, hogy nincsen hangja, mert én most itt átgatom. Én sem hallok semmit. Okay. Jó. Ja, jó, oké, okay. Már van. Minden oké, okay. Semmi pánik. Itt nálam technikai problémák nem nagyon vannak, az nem az a, nem az a klub, öreg. Itt minden működik olajozottan. Autószév. Okay.
Igen. Itt addig Azért... kell, ugye, alig Amíg... látható neked. Igen. Igen. Várj, de miért nem mozdul? Ja, ezzel kéne. Aha. Egy sose tudom, mert ha alig látható, akkor mindig ilyen kurva sötét lesz minden. Tehát az alig látható az... Az becsapós. Nem? Új, azt vagy te ezt úgy szoktad csinálni, hogy alig láthatóra? Hát... most megfogtál. Én egy kicsit hagyom még láthatóbban, mint ahogy még erőlködnöm kéne. Igen, kicsit én is. Világosabb, mint amúgy. Ja. Graphics mode. Igen. Ez mit jelent? Hát az FPS priorizálás az az, hogy ugye flottul, folyékonyan menjen a játék, ugye a képkocka frissítés. Aztán egyel odébb van a... Mi volt a következő? Ja, a részletesség a grafikának. És ugye van az RTX, a Ray Tracing, ugye, ami a fényeket meg a tükröződéseket priorizálja. Most ezt választani kell, hogy... De ezt ne én válasszam már ki, bassza meg, hát csinálják meg úgy, hogy mindegyik jól működik rajta. Tehát ki akar szar grafikában jól harcolni? És ki akar jó grafikában szarul harcolni, mert szaggat? Ezt szeretem, ez... Hát nem is tudom, mihez hasonlít, de boltokba szoktak így... Vagy például Magyarországon, ugye régen Németországban volt a benzin, és már Magyarországon akkor háromfajta benzin volt. Volt a jó, a szar, meg a szarabb. Tehát a normális, a szar, meg a szarabb. És Németországban meg volt a benzin, és a legjobb autókba azt töltötték, ugye. Végre valaki, aki kimeri mondani respect. Mit? Hát az, hogy itt ilyen kompromisszumot kell hozni. Egyébként részemről engem az idegesítene, hogyha szaggatna, úgyhogy én az FPS-re tolnám. Mert a ray tracing meg ilyenek nekem annyira ilyen úri hóbort, hogy... Jó, itt nem itt tudjuk. Itt mindent azt nézzük meg, elfogad. Hogy... Nézzük meg azt, hogy... Na mindegy, hogy... Ó, te jó Isten! Alapvetően be van-e kapcsolva a felirat meg ilyenek. Sub weapon, swap left control, vibration, camera controls, nem language. Language, subtitles on. On, speaker names on, oké. Okay. Akarsz nagyobb subtitles? Nem, elég nagy, most van egy fasza jó nagy monitorom. Most nekem már. Is van már jó nagy monitorom, most már csak nekem kéne egy jó nagy monitor, igazából egy jó durva. Jó, hát azért nem hiszem, hogy a tiédnél jobb. Nekem egy Samsung ilyen OLED 4K-s. Ja, hogy OLED 4K-s, hát az enyémnél jobb. Mert az enyém, amit még... most gyorsan akartam mondani a nevét. Átülsz ide? Nem laksz olyan messze. Kusitól kaptam. Csak kusi eltűnt. Na, mehet egyébként tovább, csak erre jó. Voltam kíváncsi, hogy... Yes. Az igen. Ugye, hogy legyen, egyből fordítsam, vagy összefoglaljam a prológust? Szerintem egyből is mehet. Oké. Okay. Milyen vaskesztyűje van?
Az olyan közepes volt. Igen, elképesztő a japán volt ez a... Igen. New game. Difficulty, van állítok nehéz. A Dusk az a... Hát a Dawn az ugye a napkelte, a Dusk az a napnyug... A... Napnyugta, a Twilight az meg... Nem, a Twilight a... az alkonyat, a Dawn az a hajnal, a Dusk a napnyugta. És most Dusk látod... Till Dawn, alkonyattól pirkadatig. Igen, igen. És az a középső? Azt írja, hogy ha az akciót akarod élvezni, akkor ezt választ. Ha a sztorit akarod élvezni, akkor ezt. A képességekre mész, akkor meg ezt. Tehát... Jó. A fikcionális sztori, tudod, nem, tehát történelmi események ihlették, de nem ragaszkodik ugye a történelmi hitelességhez, azt írta ott. Három évszázadon ezelőtt Japán egyesült a Tokugawa shogunátus alatt. A világ többi részének bezárta kapuit, de most újra kinyitotta azokat. Despite its apparent tranquility, conflict brewed beneath the surface. Azt mondja, hogy látszólagos béke alatt ilyen konfliktusok húzódnak meg. Feudal lords known as daimyo were kept under strict surveillance. Daimyo, ugye ezek a földes urak. They were loyal. A köznép szemében ugye lojálisak a fő úrhoz, de igazából ilyen cselszövések meg mindenféle dolgok mennek a háttérben. Ilyen lázadások készülnek és szervezik már a hatalom átvételt. A shogun's forces got wind of the plan and took terrible and bloody reprisals. De a shogunnak a shogun megneszelte ezeket a próbálkozásokat és csúnyán megbüntette őket a próbálkozásokért. De nem számítottak arra, hogy valami titkos fegyverre van ezeknek a Wild Edge-nek a katonáinak, és ellentámadtak az ellentámadásra. Ezek olyan hiper-szuper kardok, hogy az hiper-szuperul bántak a karddal, hogy... Hát ahogy itt a mellékelt ábra is mutatja. A legkeményebb egy öreg asszony ráadásul. Go! Separately, formidable. Together, unstoppable. Szétválasztva, legyőzhetőek együtt, legyőzhetetlenek. A penge testvérek örökre össze vannak kötve a sors kötelékei által. Egy férfi, egy nő. Itt lehet kiválasztani a karaktert. Hát itt ezek a tesók, és most meg lehet itt szabni, gondolom, hogy nézzenek ki. Na mind a kettővel leszek? Hát ez egy jó kérdés. Valaki, aki többet tud erről a játékról? Szerintem nem. Ez a type, ugye itt a manapság a játékokban... Ugye ez a body type, ez általában az, hogy férfi, nő. Talán ez azt is lehet. És azt írja, hogy ha egy kicsit hagyod az ablakot, akkor elolvasom, hogy a testtípusnak a... Az, hogy megváltoztatod a testtípust, akkor az eddigi változtatásaid elvesznek, de mivel nem változtattál még semmit, ezért ez most nekünk tök mindegy. Aha. Igen. Igen, tehát akkor itt most az van, hogy férfi vagy nő. Igen. Itt mindig rátszol, hogy... Akkor... Jó, hagyjon már békén! Ez mi? Arc. Paty. Bárki lehetek? Hát egyértelműen japán leszek. Nem gondolják, hogy egy japán játékban majd izé... Ő.
Ez elég gonosz. Jó. A főnök. Lehet ő. Ez, hogy könyök és a... Visz, könyök és térd szög. Ez egy érdekes beállítás. Ja, hogy terpeszt? Hát ez nem tudom, hogy milyen relevanciája lesz majd később. De jó, hogy ebbe a bőgatyával lófas se látunk. Hát azt mondja, most állítom be az X-lábú. Harci állás, ez a stance weapon sheet. Stance. Ja. Kettő van, nem kurva mindegy. Lehet, hogy nem. Jó. Skin, jó lesz, szín, textúr. Ja. Jó lesz. Jó lesz. Ahol sokat a típus Underworld type. Szerintem fontos. Egészség. Hát köszönöm, ne tanga legyen, mint az Elderbe, amit kaptam. Az a baj, most nem tudod, hogy tanga vagy nem tanga. Igen. Na jó, a fész megvolt. Hair. Tizenkettő. Hajtípus van. Jó! Hogy van ez? Aha, ez végül is azért mégiscsak Moggerszán. Hát ez egyébként... ez az én hajam. Ez egyébként az egyik ilyen legtradicionálisabb, ugye a szamurájuk, azok borotválták ki. Tehát így leborotválták középen a hajukat. Hát szerinted nekem miért van kiborotválva az egész fejem? Igaz, igaz. Japánul is tudsz az, ha jól emlékszem. Igen. Ő bangs. A konty, de most nincs, mivel olyan hajstílusod van. Jó. Ja, hogy még itt alakítgassam, hogy hova? Nem, ez így jó lesz nekem. Jó. A faciál har, her az is jó lesz. Make-up nem kell, body. Oh yeah! Magasság. Szerintem ez is jó lesz. Alacsony legyen, vagy nagy darab. Beállítom magamat, jó? Ez magoszán lesz. Nem tudom, ez hány centinek felel meg. Mínusz 5 ott ír. Nem tudom. Én vajon mennyi lehet, hogy mínusz 20 és 0 között? 190 szőke kék szemű, legalábbis úgy hallottam. Igen, az van. Na jó, beállítom középmagasra. Mintha középmagas lennék, ez persze nem igaz, de... Ki tudja, hogy ez a számít a későbbiekben valamit, hogy mekkorát tud mondjuk ugrani. Muscle, izmok, semmi mass. Nem változik. Tömeg. Ja. Hát csak a tömege változik, tudod. Ja, a tömege. Ja, tényleg. A formája nem. Testszőrzet. Hát ott a pipával ott kicsit. Van vagy nincs. Van. Nesze. Body markings. Marking az egy jel. Az a tetkószerűség? Hát az a tetkótól sebb helyen át ilyen izéket, tehát bármi, ami belefér. Hát itt valamit, hát marking azok... Itt valamit elvileg most a... Jó, itt is lehet izélni. Itt lehet variálni itt a dolgokkal. Kagehun tisztában van a mogács lóral, ahogy látom. Mert az ész kibaszta aljat. Így van. Pontosan. Jó, hát ezt nem tudom, mi a szar ez. Vertikális pozíció. Valami történt, nem? Ez szerintem, nem tudom, hogy végig ruhába leszünk-e. Hát itt Discordon nem jön át egyébként, hogy ez mi lehet, esküszöm. Nem az erek, és azt nézem. A marking az ilyen jelölés, tehát valami sebb hely, vagy valami izének látszani kéne, vagy valami szeplő, vagy valami, nincs itt. Szerintem mondjuk, hogyha ennyire nem látszik, akkor lehet, hogy nem is számít.
És azt mondja, hogy ez L3. Az átlátszóság, az opacity. Na jó, voice. Hogy hallgatjuk meg? Pitch az a magasság, és a háromszöggel play-jeled. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Mhm. Don't mess up! Még ezzel öregítünk egy kicsit. Let's go! Akkor jó lesz. Fogakat itt is lehet variálni, azt a mindenit. Hát itt a hol lehet a kort? Aging, ageing, a fölül a második. Itt a ez. Kombinált, így. Na, és akkor már hangja hát is tűnne. Lehet a homlok meg a szem közti izé. Jól lesz ez így. Én meg vagyok vele elégedve. Ne randomizáld, mert ez... Hogy lehet tovább jutni? A finally settings, yes. Úgy. Na másikat akkor. Most őt is kell? Hát igen, úgy tűnik. Ó, baszki. De ez jól néz ki ez a csaj így, nem? Nekem nincs vele bajom. Későbbiekben lehet vele dolgozni? Azt írta a gyerecske, hogy mindkettővel kell. A testét azért nézzük meg, hogy rendben lesz-e. Rendben lesz szerintem. Ja. Esetleg el lehetne hízlalni. Make-up fessük ki rendesen. Most ilyeneket, hogy eyeliner, meg ilyen nem tudom, hogy van magyarul, szóval itt most meg vagyok lőve. Smink részlegen, bocsánat. Nem történt semmi. Szemhétus, Gitta szerint. Vagy nézzünk még más csajokat randomizálva. De szerintem jó lesz ez így, én azt hiszem. Szimpatikus, kedves. Vagy átalakítunk valami szörnyet. Maradjon ez, mondja Gitta. Borász, szevasz. Szevasz Alkantizár, és Mel Tormé. Köszönöm szépen a 44. hónapodat, legyél örök élet és örökké mogger. Köszi szépen a kitartó támogatást. Hát csak hogyha nem dob be jobbat, akkor vissza lehet csinálni az eredetit? Ez biztos, nem? Nem látok olyan gombot, hogy vissza az... Én is elhiszem, hogy harcos igazából. Nekem nem... Jó lesz ez, én azt mondom. Te mit mondasz, Puty? Variálnál? Ja, hát ilyen... Nem, egyébként te pont ilyen kiegyensúlyozottan. Nem túl csicsás, de nem is ronda, tudod, nekem jó lenne. Akkor mehetünk. Azt mondja... Setting up your first polish is played. Ez is sharpen, olyan legyez. Kaszabolós, jó estét, Rolex! Szóltad a nova! Igen. Azt mondja, hogy itt most ez a penge élesítés origin, vagy ilyen eredetedet kell determinálnod. Valami, tehát hogy ez ilyen kaszt lesz, amit választasz. Megnézzük, hogy miket ad. Na most van-e a killer, az hát ott mutatja, hogy melyik statok, hogy ki van egyensúlyozva, nézd ott, a sárga rombusz van, azt kell nézni. Breaker, megtörő, seducer, a elcsábító. Hát a sepper, ez az, az nem tudom, hogy fordítok. Sepper, takarító. Zászlós. Intelligens. Kezdő. Beginner, nem? Igen. Igen, és a unsharpened az az élezetlen. Hát ott írja egyébként, mert hogyha egyenként... Fölfele lépked a ranglétrán?
Hát itt ki kell választani egyet. Azt írja, úgyhogy select. Melyik lesz a... Ki lesz? Killer. Hát most ez lesz úgyhogy. Mi más lehetnék, mint egy killer. Szevasz, Zsombor! Szeret karakter. Hát a férfivel egyértelmű. Follow me! Mi? Pont ezt akartam elkerülni. Azt mondja, menjünk a kovácshoz. Már csak 3 méter, most már csak 4 méter. What are you going to use? Mit fogsz használni? Válasz fegyvert. Ó. Ez a katana lenne? Kettőt választasz. Ez a... Naginata. És akkor ez mi? Ez a Yari, ez szerintem a láncsa. Ja. Ez a katana vakizasi páros. Ez meg a Odachi. Ez két kard? Igen, az párosított kardat. De azt írja, hogy nulla... Azt írja, hogy 0/2, úgyhogy gondolom 2-t lehet. Jó, hát katana az kell. Na, Meli. Normál lett a kocka, aztán el. Hát a előre mész és közbe kocka. Ja. Ja igen, és aztán a nagy kocka. Erős. Ja. Ho. Nagyon jó vagyok benne, azt hiszem. Jó, és akkor választunk másikat. Hát, mondjuk egy tárda nem lenne rossz, egy lándzsa. Hogy ez egy nagy Dacsi, ez a pallas megfelelője. Igen, hasonló. Vagy a két... Azzal vagyok. Sweet Sweepen. R1 plusz fölfele, és akkor vált oda. Left, right. Jó. Már nem pont ezt a két kombót kellett volna, igazából lett volna egy lándzsa, meg egy ilyen kardos verzió. Hát be lehet még választani, ha jól látom, hogy oda mész, és akkor R1-jel kicserélem. Azt, amelyik épp a kezedben van, ha tippelnem kéne. Azt írja Francis, hogy ki tudod próbálni az összeset. Ja, jó. Itt is kocka, más. Ó, hát milyen lófasz volt, figyelted? Ez hosszan nyomtad, nem? Nem, ez a háromszög volt. Az igen. A hosszú nyomás, az ez. Akkor az előre az ez. Igen. Opofa. Megnézzük akkor a izét is. Ezt mondjuk. Ő mit tud? Ugyanaz. Előre, az meg egyszerűen beleverem az orrába, uff, gyomra szájába neki. Jó, és akkor még megnézhetjük ugye ezt is. Azért ezt mindenképpen próbáljuk ki, hisz a pallost, azt kedvelem. Siva. És... Hügyi va! Jó. Kimaradt még valami? Naginata? Hopp.
Na most figyeljetek, ezt még ideig senkinek nem mutattam meg. Hát gyakorlatilag Hoki első pillanatait láthatjuk. Na jó. Mindig kell jó csapkodni. Az mondjuk nekem tetszik ez a nagy. Ez kéne meg egy katana. Nem ezt akartam, hanem ezt. Hey. Így. Gondolom ezzel nagyobbat csinálok, mint a kettővel. Jó, oké. Ezt választom, mehetünk. You're happy with that then? Azt mondja, hogy ezt fogod választani akkor? Boldog vagy ezzel? Menjünk tovább, és akkor ott vannak, hogy igen, ezt választjuk. Let's go. Oké, menjünk. Ez mi? Hát ez az előbevés, visszarakás. Block dodge, ismerjük már ugye. Vigyel már ide a falba. Ja. És körre lukrasz el ugye. Elvegyél tőle. Vigyázz! Jó, lefele. Tudsz életet vissza menni. Ott van, hogy éppen melyiken van, mindenesetre fölfelé van, hogy... Salvador Lincén vitatkoznék ezzel. Aha. Well, you're coming or what? Kettő. Én mindig nehezen hiszem el, hogy az odacsit használták a valóságban, baromi nehéz lehetett és lassú. Nem tűnik praktikusnak, vagy csak a játékokban méretezték túl. Hát volt, igen. Mert nem vasból van, hanem acélból és könnyű. Itt van, hogyha lenyomva tartod azt, vagy a háromszöget, akkor... Ilyen ki pontokat használsz, ugye a ki, az a kis csík az életerőt fölött, ilyen kis kék, vékony a csík. És hát ilyen speciális dolgokat tudsz végrehajtani. Hát te előre szaladtál ugye, és már gyakorlásnál rántottál egy ilyet. Ez a háromszöges téma. De az R1-es kocka az ugyanaz, mint a háromszög? Nem tudom, elvileg most persze mozdulat. Az nem tudom, hogy a négyzet... Hogy a perjel az és vagy. Kivégzés. Mindenkit felpofozok bottal? Szerintem még csak gyakorlás. Mindenki fakardalva. Ezzel kell futni. Igen. Ebből még baj lehet. Ezzel meg becsúszni. Ajjaj. Ezt gondolkodni állandóan. Hogyha lenyomod a L3-at, akkor csúszol. Na itt van ilyen lobogó vagy zászló, hogyha ilyeneket elérsz, akkor visszaadja az életerődöt. Olyanok, mint a tábortüzek a, mit tudom én, Dark Souls-ba, hogy lehet menteni, meg checkpoint, meg érted, ilyen. Kanabót is használtak, ami nagy fabot volt, de általában nem a legkisebb, és vézdább harcosok kezébe adták. Guttenmogger! Hozzá kell tenni, hogy amikor ember elképzeli az ilyen nagy fegyvereket, és filmekben is azt hiszik, hogy ezek vasból vannak, és olyan nehezek, de acélból vannak, és mit tudom én, 3 kiló max egy ilyen nodacsi. Time to begin. Ideje kezdeni! Crossed swords and show me all you've done. És várjék meg egy asszonyt. És mutasd meg, mit tanulod. Nem, itt a testvéred ellen harcolsz. Ja.
ellen Spark 3 szökkel kell. Szinkronba egy időben, amikor ő üt téged. Háromszor csinálsz ezt. Vesz, Hajója! Hajója! Oh. Hajója! Ajajaj. Hajová! Oké, hát most gyakorolj a... You can deflect the enemy combo using Counterspark, ez már Counterspark Chains. What? Pican panic, then rather focusing on deflecting everything in best to block. Tehát néha, amikor neked megy, és elkezdi sorozni téged, akkor van, amikor bölcsebb csak blokkolni, és ha a háromszöget lenyomod, akkor ott mutatja, hogy mire gondol. Tehát van, amikor bölcsebb blokkolni, és nem megpróbálni kiperrizni a jövő hetet is, hanem csak az utcsót. Ezt a jó tanácsot kapod. Én meg azt adom neki, hogy kussoljon, és szétcsapom az arcát, így vagy úgy. Most mit kell csinálni? Hé-hé! Hát itt a kombókat kell izéki háromszögezni. Hoppá! 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 Húzom az a takanya! Bocsánat. Ezeket, hogyha sokáig perrized, akkor ezt a ki, ugye az életerőket, ami a manának felel meg, ezt tudod tőlük elszipolyozni, és könnyebben tudod őket megütni utána, hogy megrökönyödnek. I know your every move. You'll have to do better. Azt mondja, hogy ismeri minden mozdulatodat. Jobban kell harcolnod. Elcsesztem. Maradjál már te! Nehogy Might izé legyen már te! Szedd már össze magad, te! Most mi a baj? Amikor megtörted az állását háromszöggel, akkor jöhet a critical hit. Igen. Break distance one or else. Aha. Tehát, hogyha ilyen pirosan villódzik az indikátor, ugye, amivel kijelölted, akkor lehet ilyen kritikus támadást bevéni, és az többet sebez. Ez akkor van, hogyha már eleget fárasztottad. Nézd, ott ilyen piros már, látod? Még egyet kapsz, eredj! Hosszat. You've improved. Rikoricsi, köszi szépen mind a 45 hónapot! Legyél örök élet és örökké mogger! Next you will fight me. Eredj! I will beat the both of you. Erre nekem harcolnak a kettőtök. Maradjál már! Mi van, mama? Te tényleg azt hitted, mi? Mi, mama? Tényleg? Na? Na, mennyit takarítani? Át tudod váltani ugye a fegyveredet. A másikra.
L1 a másik karaktert, bocsánat, a karaktert tudtuk itt váltani. Ez L1. Azt nem akarom. Jó, oké, okay. Csak mondja, hogy ilyet is lehet. Úgy látszik, kelleni fog. Nyomj egy fölfele gombot, mert... Hogy... Váltsam a fegyveremet, csak elfelejtette. Így! Hopp! Átváltottam. Átugul, ez fájhatott, mi? I'm assigning you a new mission. Új küldetéssel bízlak meg titeket. The black ships from America are anchored off the coast. Fekete hajók érkeznek Amerikából, a Yokohamai partokra. Posonyatok föl, és a Commodore, mi ez az a Perry parancsnoknak a egyik üzenetét lopjátok el. Ha esélytek van rá, öljétek meg Perryt, megértettétek? Megértettük? Vagy mi a titkos üzenet? Azt, hogy megmered kérdőjelezni a mesteredet? De hogyha ragaszkodsz hozzá? The Shogunate has made a deal with the Americans. Az amerikaiakkal egyezséget kötött. That is reason enough for us to strike. Ez elég ok nekünk arra, this hogy lecsapjunk rájuk. This is the day our clan has long prepared for. Ez az a nap, amire a klánunk régóta felkészült. Go to war with the Tokugawa. Végre háborúba indulunk Tokugawa klánnal. This is an order. Failure is not an option. Ez egy parancs, a bukás nem opció. Are you ready to head for the black ships? Készen állsz, készen álltok, hogy felusonjatok a hajóra? Yes. Good. I know you will not let me down. Now move. Volt kávé, uptam a kur, szevasz. Ez az öreg asszony úgy néz ki, mint Judy Dench. Na. Itt hagyjuk a csónakot. Vigyázzatok, mert ez már éles bevetés lesz. Ennek már a felese tényleg a gyereke. Ennek már a felese. Köszi, guttam a kúr. Na, érjünk már oda, már egyszer odaértünk, nem? Ja, nem! Ezt nézzük! Azt mondja, hogy nem kockáztathatjuk meg azt, hogy észrevegyenek, együtt kell lecsapnunk. Válasz karakter. Let's begin. Kezdjük el. Juss fel a fekete hajóra. Ugorjak be a vízbe? Jaj, az egész csónak elsüllyed. Gyorsúszás körrel, lepukás, négyzetteri, fizikailag lepukás. Ó, meddig bírok lemenni? Jó sokáig. X-el mész fel.
Na, mit csinálsz? Várjál. R3-mal becélzod őket, és hogyha nyomkodod a... És hogyha húzogatod a sticket, akkor váltja a célpontot. Hát kijelölöm őket. Igen. És mi a szart csinálják ezzel így? Víz alól háromszöggel le tudod őket. Mi ketten egyek vagyunk, ne feledd ezt. Mi ez itt ez? Hát itt vannak a típusok, ugye a követők és a vezérek, ott van, hogy melyik ikon melyiket jelöli. Már felesett réfa gyerekek! Sokkal nehezebb, mint a nagymamával verekedni! Hoppá! Megcsináltam a tuszkót, te féreg! Jó van, felnőttem a feladathoz. Ja nem? Eredj! Nem tudok elmenni meg. Ja, várjál, most én küzdök a csarjjal. Mi egyek vagyunk a halálban is. Kivittük a játékot. Egy szamurájt, egy egyszerű, szar amerikai katona. Valóban nem egyszerű. Hogy az van, hogyha megfekszel, utána átvált egy másikra, és ha oda mér a másikkal az egyikhez, akkor erre kell, hogy jól rántani a földről. Jó, az az enyém. Aha. De úgy, és ott az ki ez a halott? Mi vágtuk le? Szintén. Gondolom, el kell menni a parancsnok kabinjához. Meg kell találni. Ez mi? De a zászló ugye ez az a checkpoint. Itt lehet visszatölteni magad, és gondolom itt ment automatikusan. Okidoki. Hogy ne kéne jussunk. Ajjaj. Korlátozva van a mozgásom, ezt nem szeretem, ez már nem divatos. Kérdezték, hogy le akarok eljönni, vagy sem. Igen, itt mutatja, hogy le is lehet googolni, és meg előre dolgoztam. Háromszöggel tudod. All the practice has paid off. Minden mi hangja van a csajnak. Ah!
Minden véres lesz egy a fésnél, figyelted? Gyerekjáték. Igen, igen. Egyelőre nagyon jók vagyunk. Ott van még valaki, akit még meg fogunk ölni. Nem nagyon lehet kimenni. Hopp, ide be tudott jönni. De értelme nem sok van. Hú, mindenki háttal van. Ezt nevezem. Tudod, a szerencse. Ennyi vért egy tehén nem veszít. Egy egész mészárlás alatt, mint ezek itt. Hát akkor csinálnák már rendesen, tudod, és prickolna, mint a Kurosawa filmekben. Már túlspilázás. Oda kell eljussunk, vagy az csak egy ellenséget mutat? Az a célt mutatja mindig. Hát ugye, ilyeneket is lehet csinálni, úgy tűnik, hogyha a lövés pillanatában perizel, akkor be tudod gyújtani a pengédet, ami egy... Hát... Lángoló penge lesz? Lángoló penge lesz, hát nem tudom, mennyire hiteles történelmileg, de jól néz ki. Biztos az. Azt kérdem, hogy mi volt? Ez nem az volt, csak eltalált. Az volt. Akkor mikor? Nem tudom, hogy mikor gyulladt a pengét. Lehet, hogy esély van rá ilyenkor. Vagy ott töltődik, fölnézd a... Ja nem, menj le a pengédnek ott, vagy nem tudom, hogy ez micsoda. Ugye a pengédnek is van életereje. Nem tudom, hogy csináltam, de lekaptuk. Kaptál puskát. Fejét. Úgy lősz vele, ahogy bármelyik játékban. Szarul? Igen. Nem. Ez az. Hogyan tudok odaváltani? Hát csak simán, hogyha nagyon mondtad, szerintem az L2-t is célzol, nem? Ja. Nem rántja elő egyből. Egyből előre, te beszarok. Na figyelj. Paf! Na mi van, öcsém? Paf! Ez itt az egész doboz meg minden. Aha. Éresebb a lánc nála kard. Jobban ékesíti a kard. Na mi van, papa? Hop! Egy. Ne rond már el, basz meg. Köszönjük, hogy többen vagyunk is. Egy, kettő. Hoppá, megvan a Perike. Na mi van? Hopp. Egy, kettő. Hopp. Hiba. Most fel tudod szedni meg. Oda még nem tudod menni. Jól van, kisugom, ügyes voltál. Hogy lehet embert váltani vajon? Még egyszer? Embert váltani. Ja, L1. Bal. Egy. És föl. Az a másik fölötte. L1 és föl, hasszám, ha jól emlékszem. Nézd, dolgok van, tudjam. Na. És van lejárat, itt még nem voltunk szerintem. Ott van valaki, nézzek csak. Hát nem is tudom, megöljük, ne? Kezdem meg sajnálni az ellenfeleket. Child's play. Gyerekjáték.
hogy ez Child's volt. Child's Play, igen. Child's. Van az a régi horror film, a Child's Play. Na. Na. Van. Okay. R2-vel oda tudod rántani magatod az ellenfeleket, és a objektumokat is, tehát ilyen tárgyakat. Hogyha lenyomva tartod az R2-t, pókember, ha lenyomva tartod az R2-t, igen, akkor dobni tudod, ha csak megnyomod, akkor pedig oda rántod magad. Most ez nem tiszta, hogy most pontosan még lesz. Az tényleg! És is hangja a robbanásnak. Nem? De nézd, itt van egy gép, ami zoom, megfogom ezt. Ez képest semmi hangja nincs. A hangok elég szarok. Én szerintem, de több problémát is észlelek, főleg, hogy sajnos a húztott Tsushima-ból indulok ki. Ránézésre, igen, az, engem az egyetlen, ami így szembetűnő, hogy igazából szerintem ezt a grafikát így, ahogy most van, egy 2015-ös játék is simán tudta. Igen. Nem tudom, lehet a grafikát megnézni, hogy milyen az, amikor... Ilyen performance módban van? Uh-huh. Azt szerintem nem itt kell, most nem tudom, mit nyomtál, az options-t nyomtad? Nem, ezt kidobta. Ja, inventory. Inventory menedzselést sem akar végigvezetni téged. Igen, itt most megmutatja, hogy a dexterity, meg a minden, hogy mikre valók a statok. Ez mire való, hogy ilyen harci skillek, kombók, stb. Enciklopédia itt ugye mindenféle információkat tárol. A nyomó, vagy mi az, hogy a screen-t megnyomod akkor is. Ja. A screen-t? Hát a érintőképernyőt a... Igen, akkor is idejövünk. Ez jó kérdés, hogy hol van itt az offense. System? Mit tud a system? Van ott egy olyan fül, hogy system. Aha, itt van valahol. Itt van. Na. Priorizáljuk a grafikákat. Jó. Nem csak szakad. Nem. Ugyanolyan, csak szaggott, igen. Hát ő túl nagy... Figyelj, Discordon amúgy is lebutítja nekem itt a izét, úgyhogy annyira nem tudok nyilatkozni. Hát jobbak az árnyékok kicsit. A ruha, hogy
libeg, meg a grafikája, hogy ott a fizikája, hogy megy a ruha, az mintha itt egy kicsit jobb lenne. Hát de érted, minek csinálok ilyen grafikát, ha nem viszi a cucc, mert szarabb egyébként mászkálni vele. A visuals-t néztük, nem a kamera. Ja. Hát... Na mindegy, ők tudják. Aztán az is lehet, igazából a harc az nem rossz benne, tehát hogy jót is mondjuk róla. Hoppá! Még van loot! Végre egy játék, ahol van loot. Tele van az inventory is. Most komolyan? Igen, de szerintem felszedtél mindent és pont el lett az inventory. Nem írta, hogy... Megöltem három embert és tele van az inventory-m. Jó. Equipment. Akkor equipment. Van egy és... ilyenünk, ez mi? Ez a izém meg a izém. Hát szó szerint, ja. Van egy puskám. Vaskesztyűből 6. 6 papucs. Ja. 20 ruha. Lehet, hogy pár papucsot el lehetne dobni, nem? Ja nem, ez a level, nem, level 1. És def 6. Ez a def, defense, lehet a defense-et állítja. Nincs kalap. Szomorú. Hát de most mi a lószát csinálják ezzel? Lehetne állítgatni, de nem tudok lejjebb menni. Na, ott figyelj, a... L3, ott írja, hogy L3 inventory. Nézd. A bal sticket nyom meg. L3. Ott van. Na, itt töltény meg gyógyszer igazából ez a kettő meg ezzel ott van. Ezzel teltem meg? Ja. Hát akkor nem értem, hogy most akkor mi van itt. Nincsen túl sok zseb, a kimonón nincsen túl sok zseb, aztán. Értem, most ez ennyi volt, vagy most... Nem tudom, most fölvettél mindent szerintem, csak szólt, hogy tele van az inventory-t. Oké, okay, arra kell menjünk fölfele. El kell lopni a levelet és meg kell ölni a parancsnokot. Oda kell fölmenni. Valahol egy létra. És meg itt felugrálunk. Nem sajnos, itt nem lehet fel. Itt nem sajnos. Hát. Ennyien szóval le vagyunk korlátozva. Pardon? Ki volt ez? Anya nem tudsz jönni, úgyhogy nem berszét mind. Ó! Mondom ezt én, ugye? Miért esik szét a lábam alatt egy baszott nagy ágyugolyokkal telerakott csíle? Az ám elég vicces, hogy egy papucs bármi páncélt ad, de üvegcserepekből meg széttört diótól megvédi a talpat. Meg a családtól. Igen, meg hogyha pont a papucsoddal felrúgsz, mikor jön a penge, akkor lehet, hogy odébb tudod pattintani. Mondjuk az elég képzett kell legyél, de hát ez már nem lehet gond. Ide sem tudok felugrani. Mi az a 16 méter az a valamon, mint ott jelölt? Piros? Hát az a küldetés. Nem a piros, már ez. Ja, az a zászló, a legutóbbi zászló. Ja. Jó. Na, itt valahogy fel kéne jussunk egy létrán. Valahogy itt. Hol? Ott van? Ott van-e? Nem. Ez nem az. Hey!
láncot levágni, ez már biztos. Nem lehet felugrani sehova, tehát abban nem is kell gondolkozzam. Ide be lehet jönni. Nincs lehet szétverni semmit. Itt a létra. Na. Kicsit azért kellett kutakodni. Oh! Nyár megvágott. Megint minden véres. Aztán mindjárt is tűnik. Árkád. Ez a szó jut eszembe. Mert azért a... René! Hajmá! Szervusz! Köszönöm szépen! Mind a 43 hónapodat legyél örök életű és örökké Mogherina! És köszönök mindent, amit tettél ezzel a csatornáért, és már előre azt is, amit tenni is fogsz még, meg majd utólag is azt megköszönöm, de René nélkül nem lehetnénk itt. Aha. Az a jó ebben a játékban, hogy mindenki háttal van. Így végül is... Nincs túl nehéz dolgunk. Persze gondolom, hogy nehezül. Hát, hogy majd valaki szemből is lesz. Ha? Jó. Egy gyógyító elixír. És egy medical pill. Ja. Az mi? Hát, a medical pilleket használtuk eddig, ugye a fölfele nyillal. Ja. Ami most is ránk férne, mert van hat és csak egy kicsit, és egy kicsit ilyen... Hiányzik az életünkből, hát az elixír azt gondolom az nagyobb vagy gyógyít. Hiányzik az életünkből. De az pont kicsit gyógyít. Ja, ennyire kicsit? Ja. Okay. Nem arra kell menni, hanem erre. Ugye, vak is látja. Meg itt van egy fákja. Erre is oda kellett volna figyelni. És most ide bemegyek. A nagy küzdelem következik. Ahogy ezt elveszem, rám fognak rontani. It's close. Kapitány kabinjának a kulcsa, Perry jelentése. This country will open up a long way. Mi? Jaj, valaki azt mondta, hogy végül fölfog, vagy meg fog nyílni nekünk ez az ország. Ezután a hatalmas utazás után megkapjuk azt, ami jár nekünk. Ja igen, itt azt írja, hogyha megszerzel fegyvereket, akkor az equipment menübe tudsz köztem ókolni, hogy melyik legyen a gyors menübe berakva, és melyik között tudsz válogatni. Mint bármelyik hasonló játékban. Na, a kapitánnyal most megküzdünk akkor. A nagy fehér bálna, amely nemesebb mindegyik. Nemesebb mindegyik között, és nekem készen áll a szigorom arra, hogy nem adász. Addig nem hallok meg, amíg ezt a bálnát be nem hálóztam. Hát a ellenségnek is vannak ilyen hiper-szuper képességei, és egy tökéletesen időzített ilyen counterspark, tudod, ez a háromször tudja el tántorítani őket.
At the spark at which you cannot be guarding for this reason. Azt mondja, van amelyiket nem lehet kivédeni, úgyhogy a dodzsolás művészetét azt így igyekszik, vagy igyekeztet minket elsajátítani ilyen esetekben. Hopp, ó, az igen. Na meg. You're next, white whales. Meghaltam. Meghaltunk. Ah, túl sokat akartam variálni a izével, hordóval. Matthew Perry, ez egy híres tengerész, aki valóban először élt el Japánban. Próbált megkereskedni velük. Amerikából legalábbis. Nem jó. Ennyi. Nem ennyi. Hosszú utat tettem meg, nem fogok itt meghalni. Több golyom nincs. Engedhetem, hogy megöljétek. Mi? Kék démon. Igen, igen, kék démon. Igen, szóval. Hóna volt kék démonról. Ó, ne! Two of you. A veiled edge. So you have to be easy. Szóval valóban léteznek.
of Eldritch will sacrifice their partner for duty. So which of you will do the deed? Azt mondja, hogy az a hír járja, hogy ti egymást feláldozzátok a küldetés sikeréért. Úgyhogy melyik öntök fog meghalni? Ugye most amelyiket választod, az fog élni. Kettőtök közül, a két testvér közül. Amelyik meghal, az... Amelyiket választom, azt megölik, nem? Hát live and take the secret message, azt mondja, hogy élj és vedd el a titkos... Yes. Hát ott írja, hogy akkor a másikat elveszíted, mint játszhatok vele a köréket. Ó, szerencsére nem dolgoztunk sokat rajta, éreztem. A veiled edge without a partner. Truly a pitiful sight. Hát, hogy a veiled edge klán egyik tagja, partner nélkül. Egy szánalmas látvány. Egyébként itt Wattgendernek igaza van. Hogy nem összekeverendő ez a történelmi Matthew Perry, a színész Matthew Perryvel, a jó barátokból. That was the only trace that remained. Ez volt az egyetlen nyom, ami maradt. Kell megint a Penge Kovácshoz. Kezdődik előről minden. Ez mi? Itt csata felkészülés. Tudsz variálni ez a táskáddal meg. Ja. Ez a warp, az meg nincsen kioldva, hogy az mi. Még mindig halk vagyok? Vagy nem tudom, én még itt nem, tudok itt. Nem, most már jó. Jó, oké, okay, jó. Ha egyből egy támadás után erre egyet nyomsz, akkor ilyen megrökönyítő, vagy ilyen megtántorító ütést tudsz rárakni. De támadás is utána erre egy? Igen, vagy egyből egy támadás után erre egy. Viszont ez erősebben használja a kidet. Ja nem, azt, hogyha megölök valakit, talán lehet erre egyet nyomni, nem? Hát ott azt írta meg a videókán is, úgy nézett, hogy vágás után, és ilyen kéken villogott a pengéje. Szuper! Kicsináltak, egybű. Nem tudom, mit mondjak. Megmondom őszintén, kicsit kezd beszippantani. Ha nagy nehezen elereztem a Ghost of Tsushima-t. Csak arra gondolok, hogy zúzdázok. Volt még PlayStation 3-ra a Ninja Gaiden című játék, az volt nagyon hasonló ehhez most így, ennyi nézés után. Jó volt? Hát úgy képzeld el, mint egy ninjás God of War-t. Ennyire nem volt földhöz ragadt, mint ez, de így a mozgások, meg ezek a jelmezek, meg minden az, meg a harcrendszer is nagyon hasonlít rá.
A bajom gyakorlatilag azon kívül, hogy szép helyszíneken zúzunk, más nem olyan lehet benne csinálni. Úgy tűnik nem nyílt világú eddig. Na úgy gyere ki! Gyere ide! Az igen, ott kéken villogott a penge, csak így nem tudom, nem érzem, hogy te mit nyomtál. Shuriken. Dobó csillag. Hiha! Ja, hát elég egyszerű, L2-t megnyomod és eldobja. Kilenc darab shurikened van ott így a jobb alsó sarokba, és úgy tudod váltogatni, hogy van. Nem tudom, mire jó ez a izé? Ez a csillanás? Ez a csillanás az, hogy utána ilyen kilopó hiper-szuper támadást raksz, azt hiszem rá. Egyszer olvastam el. Láttad ezt? Láttam. Tényleg láttad? Láttam, igen. Hogy nem sikítottál föl, hogy milyen profi vagyok? Hát ez a baj, hogy a Discordnak a hangszűrője a torka szakadtából csírelést és sikítást, az kiszűri, ezért nem hallottad szerintem. Jaj, érted? Egyetlen magyar ez. Rendeztem, mint a szart. Mert nagyon durva vagyok. Sétáljunk a lángok között. Van értelme, mondjuk így. Van bárminek értelme, de minket szét lehet csapni mindent, az nem rossz. Valaki lebontat? Hó! Oh. Hey! Valaki viszont bemért. Melyik az? Mi az? Anyád! Na véres bunda, ez lesz a neve. Csak értelme nem volt itt korbászolni, mert még körbe lehet. Head of the blacksmith location. Igen. Mert hogy célirányos. Mert van még valaki, akit nézelődünk, most meg ugoljunk le. Itt megint Savage Sieda azt mondja, hogy a játékhoz képest halk vagy. Én? Nem figyeltem oda. Kedves néző. Úristen, most álljunk meg egy kicsit. Úgy. Egy, kettő. Ja, nem lehet, hogy azért, mert messze van a mikrofon. Most így jó. Egy, kettő, három. Most így azért jó kéne legyen, nem? De! Jó így most már? Most jó. Bocsáss meg, egy kicsit elgondolkodtam. Meg fogsz halni, csak mondom, ha rám mered emelni a szarodat. Nézd meg, és nem. Azt hittem, mi? Fufu! Látod a két dobócsillagot, hogy belevertem? Láttam. Csak megint nem a sikítottál. Hát te megint, hát a Discordnak a hangszűrője, én nem tettek róla. Nem tudom, itt nézzünk körül, vagy ne. Szerintem ez a játék nem az, ahol itt körbe kéne néznem. Persze nagy hó eltöri a kezemet, ha nem szedek össze minden lootot, ugye. Itt mi van a paraván mögött? Senki soha többet nem használ naginatát. Így. Meg. Ezt olvasni sem olvashattok. Na jó, olvasni olvashattok. Mehetünk tovább. Hát én akkor nem... És ezzel lehet futni. Aha!
Azt hiszed, nem látlak, mi? Tényleg? Na, próbálkozz. Próbáld meg. Próbáld meg. Nehezzel, nehezzel, ezzel nem ér. Fókét áldogálni, amíg meg nem ölnek. Kevés a dobozkám. Adjatok gyógyszert. Azért óvatosba, jó? Lesznek még ninják. Ha? Hol vagy? Ott. Mióta ugraszt ekkorát, pöcsömöt csinál. Basszus, mindig akkor állok be védeked, mikor ez a szar jön. Kemény srácok őrzik ezt a területet, puty. Erre nem számítottunk. Úgyhogy most... Mi van a... Vajon a puskám az, mert nincsen nálam? Hogyha lenyomva tartod az R1-et, és a lefelé nyilat nyomkodod, elvileg akkor a dobófegyvert vagy a... Ott nézd, látod? Ha? Na most figyelj, mutatok valamit. Amerikai mesterlövész volt az apám. Hopp, nem lehet mesterlövész. Egy. Aj, de nagy fasz vagy, öcsém. Csinált, hogy közben csépelem a közben, hogy vissza tud ütni, hát nem áll. Keményedik a pite csokolom. De nem baj. Szeretjük a kemény pitét, ugye? Golyóimat visszakaptam vajon? Négy volt? Négy volt. Nem emlékszem. Szép. Azt meg mindig akkor vár, hogy csak... Ez lesz az egyszer, tudok ki fog itt ezekkel szarozni, kész! Most született meg a szamuráj! Kár, hogy már nincs élete rendesen. Hun vagytok, büdös kutya! Szevasz! Ajaj, kifogytam. Valami most világít nekem, valami feltöltődött. Látod a kardom alatt. Igen, hát ez az, ez feltétele annak, hogy azt a... Mi az, amikor támadás után nyomsz egy R1-et? Azt meg tud csinálni. Támadás után nyomok egy R1-et. Ja. Igen. Na jó, támadás és utána R1. Igen. Aha. Hé, te! Engem keresel?
Anyád van, ez hogy... És kifogyott, ahogy használtad, ahogy látta. Igen, nem tudom, mi történt, azt nem értem, hogy ez mit csinál, meg mondom a rűszintén. Az... én sem nagyon, na mindjárt utána nézek, hogy... vagy majd elolvashatjuk még egyszer, most egyelőre annyit nem. Tudom, hol van. Ja, ott van, basz meg. Csótóda. Gondolsz, hogy a baj vele. Mi van? Mi? Egy punci vagy, világos? Kedveli punci! Zugadaramára! Zugadaramára! Ja, jó van, jó van. Fassza meg ellőttem. Azt a valamit. Mit mond? Azt mondja, hogy dacolni mersz a Shogunnal, a klánod elkárhozott. Mondd meg neki, hogy egy kis senki. Átadom. Találkozom volna legközelebb. Oh. Bassza meg eldobni egy dugó csillagot. Hopp, hogy rájöttem? Mhm. Nehezebben vesznek észre, hogyha a kanapiszban kugolsz, azt írja, hogy... Check. Na mit szólsz, milyen ügyes vagyok? Elképesztő, mi? Simán. Most is éjjeleztem, de... tudod a Discord. Igen, igen. Nincs itt egy olyan kis lámpás, amit begyújthatnék, hogy... ne kelljen visszajönni ide? Mármint, hogy előről kezdeni, ha esetleg... problémáid okoznak. Ott van. Ja nem. Hú, ne bazd meg. Kutya is ott van. Run. A kurva szed, hogyan vettél észre, amikor bújdoskám? Így. Ez sima ügy volt. Kutyát. Hogy sincs valami ajándék? Nem nagyon van loot, úgy érzem. Az ott mi? Mi az? Az mi? Aszta! Mekkora nyoma van ennek a patkánynak, gyerekek? Láttátok ezt? Álljon már meg a menet! Hé, patkány! Where are you from? Hé! Nem lehet kijelölni. Tele, tudsz angolul. De tényleg. De japánul nem. Ez igaz. Szerintem okos döntés lenne lopakodni. De várj, ezt a részt még itt megnézzük. Oda néz. Igen, így világít, hogyha van valami okosság.
amit el lehet szedni. Tehát ezt itt el tudjuk venni. Jó. Jó. Erre kell menjünk, úgyhogy megyünk is. Mit csinálsz? Mondtam, hogy guggolj. Már csak 89 méterre, ott egy varnyú, az nem szabad, hogy belemenjek a varnyúba, mert az felriasztja a népeket. Szólj, ha ninját látsz. Ügyes. Nem is egy. Melyik az enyém? Vannak itt barátaim, vagy csak ellenségeim? Hát az öreg, a penge, hová? Azt mondta, hogy a shogunátus megtalált minket. Itt a vége. És a gunátus csak simán levág mindenkit, aki ellenállni merészel. Egyszer már megtörtént, most megtörtént még egyszer. Hogy megtörténik még egyszer. Nem szedtem föl, ott volt még egy. Just as I suspected. Ahogy gyanítottam. You mean to abandon the clan and search for them. El akarod csak hagyni a klánt. Igen, el akarod hagyni a klánt, hogy keresd. Hogy megkeresd őt. Még mindig életben van. Elfelejtetted a kódexet. Tudod, hogy nem engedhetem, hogy elmegy. Szóval a klán vezetőrei halál alakolnak. Szóval a sajnálatos eseményt pedig eddig túlélted. Nem látom, mi van. Arnyál. Ezt is használom. Ez nem tudom. Ez nem tudom. Nem szarodik a nagyi. Azért kár volt megmenteni. Ajj, passz!
Kagu. No end to them. Not one who dared to resist. Na, ja már egyből megy is. Szóltak volna, nem? Na, az meg nem tudtam megnyomni a gombot. You are worthy of the best. Legnagyobb forma vagy, köszi szépen, Drzzz Gaming. Dr. Sex Gaming. Legalábbis. Na, intézzük el ezeket most már elég volt a szarakodában. Hé, te, gyere ide! Egy. Következő. Bassz meg, mama! Hol van még? No end to them. Simply slaughter any who dare to resist them. All this government knows. Now it's coming back. Oh, fuck. Ah! Vagy a káosz. Remek. Of the clan are marked for death. A a faszom, ez kurva nehéz, basz. A sorry sight. To think you survived this long. Még össze kell, meg kell szokjam, hogy mi a... Melyik. Kiosztás, ja. De az gyorsan tudjak reagálni, hogy ezt se akartam. No end to them. Slaughter any who dare to resist them. Nem tudom levőzni, akkor kurva nehéz. Azt kell megtanulni, hogy hogyan kell levőzni a pirosokat, mert akkor az így nem rossz. Good timing. I need your help. Na. Hallottam. This is
There's no end to them. Simply slaughter any who dare to resist them. All this government knows. Now it's happening again. Baszki, mindig más van kijelölve, mint aki tűzni akarok. Baszom. Of the clan are marked for death. Yeah, so what do you? This isn't over. Az meg edd már meg a szarodat, tehát itt nyomom fél órája azt a kurva gombot, és nem tudja bekapni azt. Kibaszott tablettáját. Mi van? Mi volt? Azt mondja, hogy itt mondja, hogy egyébként, ha akarod, akkor változtathatsz a nehézségi fokozaton. Nem. Érdekes a játék. Iza. No Deserters of the clan are marked for death. This isn't over. Come now! Have you forgotten who the master is? Sorry, son. To think you survived this long. With no twin. Show me all you've got. God.
Vedd már be azt a kibaszott kurva gyógyszeredet, bazd meg. Számítom a bazd meg. I will be joining you soon enough. Azért ez kurva kemény, gyerekek. A kitéréseket jól használtad. Hát igen, de nem igazán lehet még érezni, ezt hallottam valami kritikából, hogy ezt volt nehéz megérezni, utána jobb a helyzet. De amit a Perry, hogy az a játék lényege, a Perry D-t, az kell intézni. The Shogunate has bombed us. This is the end. Akkor csináld azon, hogy el kell sorozni az öreg lány, akkor védekezz, és akkor még ez a harmadik a Perry-z lesz. Ez az. Nem csak öt van nálam. Deserters of the clan are marked for death. I will be joining you soon. Ja, meg tudjuk nézni a menübe csak. Hogyha valaki tudja a cseten, akkor... Nyugodtan segítsem. Ja. Tehát, hogy akkor kell egy olyan, hogy enciklopédia szerintem. Egy combat style, valami. Most nézzük meg a guide-ot mondjuk. Special movement. Nem. Use item photo, basic movement. Nem. Akkor ne nyomj egy R1-et. És ott a füleken menjünk végig, hogy a combat battle, várjál! Counters for panic, guard, basic attack, nem, nem. Covering, nem. Grappling rope, nem. Martial skill, nem. Blade flash, ez. Blade flash. Nem. Igen, tehát hogy... Vicious. With various actions, each blow that you land with your primary weapon increases the amount of blood on hit. Igen, tölti azt a cuccot a pengéd alatt, nézd, ott mutatja is a jobb alsó sarokba, és vissza tudsz nyerni, tehát hogy ugye ahogy ütöd az ellenfelet, úgy fogy a ki, tudod, ez a manád, az a
kitartásod ott a kis kék csík. Mm-hmm. És ha jó ritmusban nyomod meg a támadások után, akkor vissza tudsz szedni egy kicsit, látod, ott vissza pattintja. Ja, de csak ennyi, akkor nem egy csapás. Hát annyi, hogy igen, hát hogy annyi, hogy utána tudod folytatni. Ja. Igen. Na jó. Good timing. I need your help. The sugar egg has found us. This is the end. There's no end to him. Slaughter any who dare or resist them. All this government knows. Now it's time. Ha ez a fasz alatt, nincs vége. Soha. Ja, biztos lehet ez is, hogy később fejleszik meg ilyenek, vagy többet töltsek meg. De csak négy izém van, hol van a többi faszunk? Deserters of the clan are marked for death. Sorry, Simon. Did you survive? No! Nem tudom, mikor kell nyomni, az a szar. Amikor pirosan. Aközben értem, csak csapkodom, és aközben ő egyszer csak beszúr. Mikor... Érted? Tehát nincs az, hogy őt, őnek fáj. Hogy megrökönyögít, azt várom, hogy megrökönyögít a támadást. De más játékokban is így van egyébként, hogyha ilyen gyors karakterrel vagy és végtelenül kombózod, akkor lehetetlen lenne neki visszatámadni. Ezért van, amikor egyszerűen állsz a kombódon és kész. Tényleg azt kell ilyenkor csinálni, hogy a parry, úgy a parryvel meg tudod instant torítani. És ki kéne azt gyakorolni vagy tanulni, hogy ő támad, te kivéted vagy parryzel és visszatámadsz, és aztán várod megint, hogy ő támadja. Szerintem, én így csinálnám. Hopp! Egyébként szerintem édes mindegy, mert eddig szerintem akárhányszor újrakezdted 5 gyógyszerrel és 10 suriken kezdted. Nem volt, hogy 7 gyógyszerem volt. Volt olyan? Jó. Akkor itt a legtovább. Kell ezt a szart benyomja. Új, ez most jó. Amikor pirosan kezdi a támadást, akkor el kell ugrani majd. De akkor is be lehetne nyomni a izét is. Ennél is be lehetne nyomni, ha tudnám, hogy jól van. Picsába, hát nem lehet. Nem lehet, baki. Nem látom, hogy hol a faszba kéne. Oh.
persze. Csapott egy mellét, akkor pusoljon már utána, de hát ne legyen az, hogy... Aj, a büdös kurva életben. Nagyon nehéz, bazd meg. Good timing. I need your help. The Shogunate has bombed us. És látom egyébként, hogy mi a kurva anyját csinálta. Az is idegesítem, mondom őszintén. Ezt nem tudom, ezt a kibaszott háromszöget nem tudom, hogy jól legyen. Faszirált, lebazd meg! Kurva anyád! How will you fight with no twin? Show me all you've got! Valamiért belefutottam az arcába, kurva anyád, hát ilyetek nem bazdmeg. Aki az a kiborult életre tényleg ezek a faszom. I will be joining you soon enough. I need your help. The Shogunate has found us. This is the end. There's no end to them. They simply slaughter any who dare to resist them. All this government knows. Now it's time to forget. Hát mi a
fasz tényleg, belebaszott kurva nagyon, csak így nem lehet izélni, mert azt hiszed, hogy jól sikerült elhelyezni a támadást, ehelyett meg jön egy ellencsapás és kész. Azt a ide! Úgy. Deserters of the clan are marked for death. Na szólj meg a kurva anyádat, hát nem lehet a kibaszott kerítéstől odébb menni. Na jó van, benne. Come now! Have you forgotten who the master is? Anyád, basznak, megint kurva életbedek, ilyen kurva idegesítő tőle most. Most kezd megtelni a faszom, de teljesen basznak. You are worthy of the veiled edge. Good timing. I need your help. Adjátok az elemmúzsulát. Megint passzol. Ott áll nagy ütésbe, belecsap a köcsög. Akkor kell legyen. A kurva anyádba, bazdmeg. Intézd már azt a mama, hogy legalább valami legyen. Hol a többi izé? Most még egy gyógyszer. Még baszki. Deserters of the clan are marked for death. Ez is baj. Belecsapok, és ugyanúgy jön tovább. Ennek mi a kurva fasz értelme van, hogy tényleg mindent megértek, hogy nehéz, de van, így nem lehet taktikázni, hogy vajon mi a szar történik, hanem egyből nagyon fasz. Már az egész elszállt a picsába, az meg egy ilyennél. De nem putyát, most hogy a faszomba csinálják stratégiát, úgyhogy ha egyszer csak szájba lőnek, miközben érzem, hogy tökéletesen betámadtam. Meg is sérül, és ugyanúgy egyből visszabasz. Honnan tudja, hogy melyik ütésre nem fog visszacsapni. Neki kell számolni, hogy általában egy kombója van, ez a hármas kombó, és akkor a harmadik után kell visszalőni, szerintem. De nem az a lényeg, hanem hogy egyet én beverek neki, és ő... Ő utána egyből visszacsap. Mármint, hogy be is találok, meg... Ugyanígy nem szabad végigvinni olyan hosszú kombót. De az első ütésem után csapok vissza most. Egyet beleütöttem, és megölt. Egyből visszacsap. Akkor próbáld meg erre számítani, és azt kivédeni az első ütés után, hogy azt kiperrizni. És akkor megtántorod. Nincs üzé. Deserters of the clan are marked for death. Come now! Have you forgotten who the master is? Sorry, sight.
think you survived this one. Fasz meg, de nem tudok mozogni, mi a kurva életén nem. Aj, fasz meg. Nézzük. Ez van meg mi? Get idegesítő. You fought well. You are worthy of the veiled edge. Good timing. I need your help. The Shogunate has found us. Jaj, bazd meg, jelentően hátam mögött jelent meg, te bűnös gecid. Jaj, basszon szájadat. Jaj, bazd meg! Deserters of the clan are marked for death. Sorry, sight. I think you survived. Anya, a kibaszott gyógyszert nem lehet berakni a kurva anyádba, bazd meg. Visszaváltunk egy fokozatot, mert a faszom ki van tényleg. Hogy a picsába lehet visszaváltani. System. És game setting szerintem. Nem lehet már visszaváltani, mi? Szuper. Ott van, hogy csak ott a tábortűznél lehet. Tehát, hogyha oda mész most ahhoz a tűzhöz, elvileg itt lehet. És most nézzük meg azt, hogy setting submission level 1 menü. Most a start, hogy mi az options. Menü? Vagy... Igen, igen, ott az options gomb, vagy nem tudom melyik az. És most nézzük meg a game settings-et. Na most. Nem lehet. De. Följebb akarom rakni egyre, azt nem lehet. Egyel följebb? Uh-huh. Hát, you can actually... nem tudod most még keményebbre rakni, nem tudom, hogy miért nem engedi. Most szétkapok mindenkit. Ráhalott mindenkit. The Shogunate has bombed us. There's no end to them. Any dead or resistance. Okay.
deserters of the clan are marked for death. Sorry, sight. Think you survived this long? What's wrong? I did not train you to hesitate. With no twins. Show me all you've got. Azért elég könnyű. Nem tudod befejezni a melót? Mindig is puhány voltál. Ugyanolyan voltál, amióta magunkhoz vettünk. Mindig is. Mindig is ugyanolyan voltál, amióta magunkhoz vettünk. Amióta elvesztettem a pengeikremet, túlélés fájdalmával kellett élnem együtt. Menj és arass sikert ott, ahol én elbuktam. Ajaj, jönnek. Csak elfelejtették, hogy visszaállítottam a fokozatot, és így... Ugye, hogy az óriás fa mögötti utat, vagy az óriás fa melletti utat használt, hogy a sogunátusnak az embereit elkerült. Pengeikrek nagyon erős kötelékek fűzi őket össze. Hogyha érzed őket, akkor le is tudod őket követni. Nyomukra bukkolni. Menj gyermekem! Éld a saját életed! És halld a saját halálod! Rise up.
Itt a system menübe tudsz settingeket mókolni, meg a különböző küldetéseket megnézni. A Ronin Bonds, mint a Ronin kötelékek, ahogy megy előre a történet, azok is fognak progresszálni. Most mit szeretne? Semmi. Map. Hát itt végigvezett téged a menün. Van ilyen, fel lehet húzni, van. Nem, csak meg kell nyomni. Mert megnyomni, igen. El kell menni Yokohamába. A bogyót is lehet szedni, megérjük. Hát igen, alapanyagok, és akkor ezekkel mindenféle fejlesztéseket, meg kraftolásokat lehet végrehajtani. Innentől nyílt világú a történet, azt hiszem. Azt nem tudom, hogy... Aha. Itt lehet ezt váltogatni. Itt meg ezt. Ja, már erre itt a nagy akció közepette nem jöttem rá. De a másik az mi? Mit lehetne szerinted a másik oldalon? Hát ott a... Ha lenne több ilyen, lehet igen, három. Hogyha lehet... Hát a több ilyen alapanyag, vagy ilyen erőforrás, mit tudom, biztos lesznek más olyanok is, amit megveszem. Ó, itt van ilyen támadás, nézd csak. Ez eddig hol volt? Na! Hát enélkül dolgoztam eddig, gyerekek. Ez kicsit kimaradt. Gondolom, odaverne. Én azt hittem a másikat nyomba is azt. Én is azt hittem, hogy azt csinálom, amikor lenyomva tartod a háromszöget. Nem, sajnos pont a másikat nyomtam. Ja, hát akkor érthető. Hajjaj. Most viszont benne vagyunk a... Nem, tehát igazából a játékra emiatt nem lehetek ideges, mert tudtuk, hogy nehéz. Az mondjuk fáj, amikor betalálok és abból egyből visszaszúrnak, az olyan finoman fogalma is, mazva is kellemetlen. És igazságtalan, ugye. Mi ez? De még így is beszaggat. Nem tudom, hogy mennyire van jól optimalizálva, szerintem a sok ilyen fityegő növény miatt. Hát úgy, de azért látok a Ghost of Tsushima-t, hogy ott... Persze, hogy láttuk. Hát ennél fityegőbbek voltak a növények. Azt... Jajjaj. Hát lehet, hogy ott tudtak valamit, amit ennél a stúdiónál nem. Vagy majd jönnek ehhez is patchek, és kifogják. You're a traveler, I take it. Utazol, vagy, you? Ugye? I'd avoid the village beyond here. Azt mondja, elkerülném a falut itt. Azt mondja, hogy banditák beköltöztek és a lakhelyükké tették. It's left me in a bind. The checkpoint's just up the road, too. How on earth did they let this happen? Azt mondja, ott hagyta a... hátra hagyta a... It should serve to distract the bandits at least. Átrajta a cuccait, hogy elmeneküljön. És akkor mondta, hogy merre van. Az ilyen csilingelő cuccokkal el tudod terelni a banditák figyelmét, hogyha valami használt veszed, akkor vigyed magaddal. Ezt pedig gondolom, mit tudom majd kiválasztani. Szerintem az pont baloldalt kell legyen. Viszont ott az testre tudod szabni szerintem azt a menüt valahogy. Equipment.
És nézzünk egy olyat, hogy inventory, az L3-mal. Úgy, és akkor itt szerintem meg tudod azt csinálni, hogy... Nem. Ezek alapanyagok. Ezek tárgyak. Itemsnél van. Meg az equipmentnél lehet. Valóban láttam pedig itt. Itt van, nem? Igen, hát ez csak, hogy... Itt lehet kiválasztani. Itt elixír, meg... Akkor figyelj, akkor... Fegyvernél. Az a csilingelő? Hát nem tudom, nekem nem tűnik fegyvernek, de megnézhetjük. Ez a másodlagos fegyver. Elsődleges. Nem ez az egyik golyó, vagy ez? Hát ez a Healing Elixir, meg a Medical Pill, ezek elrágod és akkor töltődik. Loadout 1, 2, 3. Itt, hogyha rányomsz a X-el az egyik ilyen üres helyre. Hát akkor beragja. Ja, akkor oda berakja. De csak figyelj is, hogyha R1-jel mész most, mert itt elvileg vannak itt ilyen fülek a loadoutok között. R1-jel? R1-jel ott, amit mutatott középen fönt. Hát igen, de nem, három jó, ilyet ja, hogy az a loadout, jó van, csak meg csak középen van, aztán ilyen, na mindegy. Nem tudom akkor hova teszi a csengőket. Bár lehet, hogy van nekik egyből egy dedikált helyük, és akkor az... Na nem, mert ez is ilyen gyűjthető szerintem. Valaki tudja, hogy lehet a cseten csengőt dobálni? Meg... Pisván. Nagyon szépen köszönöm a feliratkozást, így most már 187 mogger a falakon belül a 300-hoz képest. Not bad, not bad. 187. 187. Na jó, hát akkor ezt itt... Lehet, hogy majd nem tudom. Ez valami lehetőség például úgy, hogy célzok. Vagy megnézhetjük az enciklopédiába, visszaolvasni, hogy mit ír róla. Ja, hát ez a legegyszerűbb. Nézzünk egy olyat, hogy ne karakter, arra az Combat Styles. Ez mi? Murmurio. Mumiorio. Akkor ne ezt nézzük. Szerintem az enciklopédia nem lesz Combat Style. Nem. Ezért nézzük az enciklopédia, csak ott ne az első, hanem ott a guide-ra menjünk rá, ne az archive-ra. Itt és itt basic, ne basic controls, hanem valamelyik másik, R1-jel. Battle? Nem tudom, hogy ez battle-nek számít-e. Panic, covering, grappling, martial skill, enemy martial skill. Nem. Itt van. Produce a loud bang, attack nearby enemies. Ready, L2. És L1. Igen, de akkor ott kell lenni, ahol a izének, ahol a puskának. Hát igen. Ott váltsunk akkor egyet, hogy ott ott legyünk az eredjet. Váltunk. Ó, maradjál már, hát az nagyon egyszerű lenne. De nem, de... Hát itt van, azt nincs itt. Nézzük meg megint az equipmentet, mert itt akkor valami... Nem kóser. Várjál. De kéne betenni, nem? A subweaponnak a izén van egyébként, tehát hogy azokat váltogatod miközben, de itt nincs. Lehet, hogy meg kell venni tőle, és csak megmutatta, hogy egyébként lehet ilyet is.
Ajjaj. Kis bubu, neked is kellemes szép estét. Na jó van, én nem fogok itt izélni, bemegyek, azt levágok mindenkit a easy fokozaton, nehogy már itt bárki is bemerjen szólni. Itt van a public order, ugye a... Hogy fordítanak ezt szépen magyarra? Publikus rend. Közrend. Igen. És akkor itt a mappon megnézheted, hogy a banditák által uralt ilyen területek azok hol vannak és mennyire vannak befolyásolva. Gondolom ezeket föl lehet szabadítani. Igen, igen, és ez ilyen... Na, ott van. Na jó. Akkor nézzünk utána a dolgoknak, miben tudok itt segíteni. Erőteljesen Ghost of Tsushima után érzetem van. Nem tudom, másnak megfordult-e a fejébe. Tényleg így, amikor a környezetben így mászkálsz, akkor tényleg Ghost of Tsushima, amikor harcolsz, akkor így ránézésre szerintem inkább a Sekiro. Azzal nem tudom, hogy játszottál rá, olyan, mint a nem. Dark Souls, csak japán mitológia. Nagy vonalakban. Nem tudom, mi az a vibrálás. Biztos az, hogy valaki van a közeledben, mert ott fönt is nézd, az a iránytű, ami van, ott mutatja, hogy dobog hát a szíve. Hát ott látom, igen. Ja. Feel the enemies. Feel az mit jelent? Öld meg. Fell the enemies. Győzd le őket, Tehát a fell az a ilyen fennköltösen, vagy a fennkölti módszer az, hogy... Hát győzd le őket, igen. És a másik? Defeat. Azt írja, hogy... Defeat formidable foes. Hát ez, hogy az ilyennel jelölt ellenségeket... Öld meg. Tudod, ezek a kicsit keményebbek, ilyen líderek, tudod, ezek a vezérek. És hát... ahhoz, hogy megöld a... vagy felszabadítsd ezt a területet, gondolom 5 ellenséget kell megölni, és ezt az egy... nem kell foglyokkal szarakodni, hanem... Nem írja. Legalábbis. Csak egy karbantartó volt, tudod. Lehet, most már mindegy. Ez 35, 53, 66, hát akkor menjünk a 34-es kollégára. Ő van a legközelebb, ő a következő szerencsés. Talán a Tsushimához képest én a Tsushimát annyira preferálnám jobban, mert ugye itt simán föl lehet mászni a szalmatetőre, meg mit tudom én, hogyha Tsushimáról van szó, itt meg nem lehet nagyon annyira mozogni. Itt nem igazán. Nagykó szól, hogy ő lootot maradt. Hol? Nagykó. A hullában. Hmm.
fordítsd a kamerát. Próbálom, de nem fordul. Nem? Várjál csak, most ez meg kéne valahogy hátam mögé megyek, akkor egy döféssel intézem a férget. Meg is tesszük. Ennyire elkerülöm, az már csak nem. De már lát. Már már? Itt volt egy láda. Az mondjuk minden törik össze-vissza. Na, tessék kinyitni! Tessék kinyitni! Ezüst. Az igen. Micsoda szerencse, kérem. Tényleg itt maradt egy lút. Ez a lút, ez tényleg itt maradt vicc nélkül. Öröm és boldogságban jön a mester Balmazújvárosba. Így van, Kúder, gyere te is! Akit érdekelnek még az előadások, azok legyenek kedvesek, erre a linkre kattintsanak rá, és akkor ott megtudhatják, hogy megyek Balmazújvárosba, Békés Csabára, és még sok városba. Legközelebb, most már én is elfelejtettem, Fótra, Fót, Mohács, Békés Csaba, Balmazújváros, Tolna, Tolnával fejezzük be az évadot vidéken, úgyhogy gyertek szépen, gyertek, semmi bajotok nem lesz, maximum szórakoztok egyet. Te vetted meg az első három jegyet? Jó, akkor szólj a többieknek is, hogy jöjjenek. Na, ezt én itt akkor megjelölném. Nem lehet még. Nem, mert ugye még nem szabadított föl a területet, addig hiába. Ó, na most figyeljetek. Mert csak egyszer mutatom meg. Mesterlövész. Ott van az a szegény. Valahol ott baszódik. Meg is kapjuk, el is kapjuk. 38 centire megrakjuk. Ezt most kihívom nyíltan. Az utolsó. Ah, nem, sajnos nem. Aki ilyen háttal van nekem, azzal nem fogunk szarakodni. Visszaállítva a public order. Közrend. Igen, találta egy level 1-es homokút, jelent ez bármit is. Már mondja is, mit jelent. Nem ez az, hogy itt a faluban, ahol visszaraktad a rendet, a saját zászlódat kitűzted, és innentől kezdve úgy használhatod, mint bármelyik másik ilyen Wailed Edge, azaz. A Wail az micsoda, hogy hívják, milyen függöny az, ami? Fátyol, fátyol penge, vagy fátyol. Edge. A fátyol penge, klánnak a zászlaját raktuk ki most ide. Oda nézzük. Oda nézzük. Mind a bénám megy az aló. Azt a mindenit.
Hűha. Hűha. Lenne gyorsítva. Igen. Most nézd meg, hogy föl van gyorsítva. Hűha. Hűha. Hogy szállunk le? L3. A menés gombodnak a megnyomásával. Amivel mész, azt megnyomod. Okay. Hello, cica. This village needs to resume trading if it's to flourish again. But our stars ennek a falunak folytatnia kell a kereskedést, hogyha megint fel akar virágozni. Could I ask you to bring me ingredients to make medicine? Azt mondja, hogy kell neki alapanyag ahhoz, hogy tudjon gyógyszereket csinálni, különben vége az üzletének. Megcsinálom, vagy nincs rá időm? Megcsinálom. Really? Igen, tényleg. Thank you. I require a red flower for the medicine. Egy piros virág kell neki. Piros? Oké. Okay. Ezt meg tudom oldani. Ennyi a leírás. Bármelyik piros virág jó neki. Gather medical herb. Piros virág. Igen. Piros erre felé. Virág. Csak piros gyógynövények. És csak mi van ott neki? Ja, lósíp. Nem? De. Oly, tűnik. Öj, ne gyere ráró, menjünk! Farsebet. Keresünk piros, piros virágot. Ahol van e? Hey! Állj, ezt megpróbáljuk lóval. Hát, ó, nem. Úgy. Így el tudom, ó, de királyna. Ezt nevezem felkészült játéknak, érted? Virággyűjtési nem kell megvárni. Hopp! Ugrat, ezzel ugye. Őj, de azért úgy rángatózik kicsit, de mégiscsak az én lovam. Mi az? Mi ez? Ó, vigyázz! Ugat a farkas, ilyet se hallottam még. Ez vadkutya? Hát, jó kérdés. Na? Mellében. Na, hát akkor nézzük meg, hogy van-e például farkasbunda. Bizony van. Bizony van farkasbunda. Animal fat. Beast hide. Bizony, bizony. Lehet vadászgatni, kérem szépen. És mi van itt? A harmadik virág. Mehetünk vissza. Megvan mind a három piros virág. Itt az ideje, hogy megmutassad a virág. You brought the ingredients. Thank you so elhoztad much. Az alapanyagokat. Nagyon szépen köszönöm. elég lesz. Mi történik a maradékkal? Két lehetőség. Deary me, you brought more than enough, didn't többet you? Többet hoztál, mint eleget, ugye? Just to take the leftovers to other apothecaries like me. Azt mondja, hogy más ilyen gyógynövények, vagy gyógyszereseknek is le lehet adni. És tudnak vele kezdeni valamit, tehát ha esetleg találsz még ilyen virágot, akkor ezeknek lehet leadni. Now I'll be able to make lots of medicine once again. Is there anything you need for your journey? It's best to stock up while you can. És megkérdezed, hogy van-e szükséged bármire az utadon. Jobb még most felhalmozni, amíg lehetőséged van rá, úgyhogy tudsz nála venni gyógyszereket, gondolom, meg ilyesmiket. XP, ugye szintezés, skill pointokat el lehet osztani, mint bármelyik játékban, majd hol érünk, meg látjuk, gondolom. De itt vagyunk. Elvileg ott a Ronin, meg a skill points. Status screen. Hát, van egy ilyen ütésem. Ez az erő. Hát ugye ott van a négy, ott bal fölül ott van a négy tulajdonságod, és akkor gondolom lehet így válogatni, hogy... Ja, igen. Hát van a maga az ökör, van a dobálás, van a... Sárm.
Azt így rámosolygok. Igen. Közben nagykó írta, remélem lesz egy nagy darab szőrős paszi, aki megtanít majd varázsolni. Igen, ebben a játékban nem hiszem, hogy lesz ilyen. Ez ilyen szempontból korrektnek tűnik. Politikál korrektnek. Hát odaírja, gondolom, hogy mi mit ad. Hát válasszuk ki, hogy melyik mentén akarunk elindulni, aztán valamelyik megtetszik. Ez az ellentámadás, meg... Mi a sárm, az mire jó? Hát a sárm az azt... hát most nézzük meg akkor egy skillt, amit ez ad mondjuk, és akkor... Ez... Itt ezt mind ő adja. Hát Beast Whisperer például állatokkal tudsz komolyabban kommunikálni. Increased enemy coin. Tehát, hogy a ellenségek azok több pénzt dobnak. Palm off. Jó, de akkor Addition, ez a sárm, ez itt, a sárm. Item drop. Ez, igen, ez igen, az, igen. Ez ilyen... Jó, hát az nem leszek. Meg életerő, hát jól látom, ebből van az életerő, visszagyógyulás, növelés, meg minden a sármból. Jó, bocsánat. Asza. Hát itt írja, nem, hogy... Increase the amount of key, tehát a key-det tudod vele növelni, és meg a... Na ez az, amit mondtam, hogy ugye később lehet növelni azt, hogy a visszatöltődő key, tudod, ezzel a pengevillantással az mennyi, és itt 7,5%-kal többet tesz vissza, hogyha megvillantod a pengédet, tudod, a támadás aha. után. Ez a sár. Hát akkor úgy... Igen, ez az a skill. Akkor lehet, hogy az állóképesség, vagy az... Hát ezek ezek az életenergia dolgok, ez a kivel kapcsolatos téma, gondolom ez a sebzésre megy főleg. Ez a visszatérítés. Flurry of health after, fully recover health after battle, de ez már megvan szerintem azért ilyen sárga. Ez azt csinálja, hogy... Üti a levegőt. Az, hogy kézzel is tudsz perrizni. Amikor nincs nálad kard, akkor is tudsz perrizni. Olyan nincs. Hát látod, nem lesz. Ott van videó róla, tehát van. Ez egy lúzer, aki elvesztette a kardját, de hát ez velem nem fordulhat elő. Uh-huh. Hogyha egyszerre több ellenfél kifogyott a keyből, akkor így egyszerre tudod őket egymás után ilyen sorozatba legyakni. Uh-huh. Weaken enemies. A moráljukat leszedi. Ja, annyi, hogy így a kijüket törd ezt az elszántságukat megtöröd 35% extrával, hogyha meglőd a vezérüket. Úgy tűnik. Uh-huh. De ezek szerint van olyan, hogy elfutnak. Ja. Mi az, amit itt mindig megnyomok, és el... Ja, az a... ez. Aha, jó. Oké, okay, az a dexterity, az a gyors, jönöm, na, kurva gyorsan ügyesség. Pattog. Az az ügyesség, igen, abból, oda néz. Azt mondja, hogy egymás után gyorsan tudsz leordilkolni két ellenfelet. Azt tetszik. De ez meg tudod venni? Nem. You don't have a dexterity pontokat kell még. Ami mennyi? Hát a dex pointok nincsenek, a dex meg a skill pontod van, de dex pointod nincs, de a dex pont azt nem tudom, hogy honnan szeded. Ott van. A három, vagy a... Mi az? Rombusznak a jobb oldalán. Igen. 75 ponton van. De az kevés nem, mert neki, nem? De nem az, hogy nem... Szerintem nem arra értem, a dexterity statot maga 75, és ott jobb fölül, legjobb felső sarokban van a skill points, meg van egy dex points. Na, azt nem tudom, hogy hogyan tudsz szerezni, tehát ez ilyen... Uh-huh. Lehetséges, hogy ez olyan, hogy minél több... Gyorsasági akciót csinálsz. Igen, tehát hogyha arra hegyezed a karakteredet, meg minél több ilyen gyorsasági dolgot csinálsz, akkor azt jutalmazza így. Uh-huh. Na most ezt meg így... Az nem rossz. Igen. Hát meg ott van egy ilyen állás. Most igazából egy ilyenem. Szerintem van. Azokat tudod venni, amiknek a tetején ott van egy ilyen kis sárga pöcök. Azokat engedi. Ja. Ez ugrás és csapás. Jó, ezt most megvesszük.
Ez elég egyszerű, ugrok és ütök. Ennyi is volt. Jó, ez a medikus. Ez logikus. Elnézést. Bring the bridge, okay. Head to mit jelent? Head to, tarts afelé. Okay. Irány Yokohama, így lehetne szabad fordításban. Más ember itt nem nagyon van, akivel ismerkedhettünk volna, úgy látom. Barátságos népek vannak oda néz. Szerintem ez még a falu része. Ó! Íme a tenger! A népek tengere! Csodálatos na. Vidék! Az mi az a füst? Nem tudom, de ez már másik. Szerinted az idézet ez már a másodiknál sokáig tart a március 15-e. Igen, igen. Észrevettem. Hát a gyerek szavalt a nemzeti dalt az iskolába. Ja. És egyébként nagyon, nagyon jól. Meglepően jól. Kiképeztem. Azt akartam mondani, hogy azért volt volna örökölni. Ó, de nagyon... Most... mindenféle részrehajlás nélkül. El kell mondjam, hogy meglepően tehetséges, hogy gyorsan magáival teszi az instrukciókat és meg is valósítja, és így... Már csak így is tudnék csapni? Csak úgy lóról. Aha, na jól van! Akkor most szeretnék figyelmeztetni mindenkit, hogy belovagolok. Ami persze nagy hülyeség, de... Szeretném megmutatni nektek, hogy egy lovas nomád... Ó, bazd meg. Erőteljes ellenfelek. Hát itt írja, hogy ezek neked való ellenfelek, a fehérrel jelöltek, a sárgák azok kihívást jelentenek. A piros az meg azt írja, hogy nincs ellene esélyed, és jobb, ha elkerülöd. És ez piros? Sárga. Azt nem tudom. Hát meg. A jó kurva szádat. Azt nem tudom, miért ugrott le a lóról. Nekibentem a falnak, vagy? Nem nyomtad ökvérlenül a... Mert tudod, azzal száll le, amivel megy. És nem nyomtad ökvérlenül a balsticket? Ja, simán lehet, az most mindenütt be fogom nyomni. Ez mi? Vendetta against the enemy that defeated you. Slightly critical. Slightly critical. Critical. Target vendetta. Reclaim lost. Ja, hogy ilyenkor elveszíted a karmádat. Ugye, ami valamiért jó nekünk. Talán abból lesznek ilyen dexterity pontjaid. Most mindegy. De hogyha levágod azt, vagy kritikusan megsebzed azt, aki előzőleg levágott, akkor ezt visszaszerzed. Tudod, mint a Star Wars játékban, hogyha megvágod azt, aki megölt téged, akkor visszakapod a... Nem vesznek el a gondolom, statjai. Arra fele van, nem? Hát ott valahol gondolom, ja. Hopp. Na most figyelj. Ő lesz az vajon? Hát ott szerintem az a sárgával jelölt. 6 méterre az a... Nagyon messze van ehhez tart méter, megjegyzem. Nem. Túlból. Úristen. Ezt nem fogom visszaszeretni a karmát, mert most látom. Át tudsz menni egy fa törzsön, vagy ugrani kell hozzá mindenki.
Jó. Jó. Szóval nagyon jó lenne elintézni, hogy az a másik ott. Jaj! Jaj, jaj, jaj! Baj van. Hűha. Anyjátok! Enni akarnak szólni? Ne bassz! Bassza meg! Azt hittem, hogy azért tök sikor. Nagyon már alacsony volt az életem. Hát jó nagyot sebeznek meg, szerintem nem véletlenül szólt, vagy rakta be azt a tippet a játék, hogy figyelj, itt a sárgák meg a pirosak azokkal óvatosan. Miért rakta be? Hát mert lehet azért, hogy sárgák meg pirosak vannak. Csak. És az... Magyar szinteződ följebb úgy válnak. Jó, engem, én ezeket ki fogom csinálni, ne haragudj, tehát nem az lesz, hogy majd, most ők majd megmondják, hogy mi legyen. Nem ő az. Ő volt az előző talán. Jaj. Az meg, de miért nem ugrassz el? Gyere, 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 na! Azt a kurva szád! Ügyes, még egyszer próbáld meg! Na! Kaptam valamit vissza? Nem. Nem láttam, szerintem már az új fickónál van az a kevés karmer. A francba. De az a karma az mire jó? Az a tapasztalati pont? Vagy mi az? Elolvashatjuk, nem? Mert van, X, van külön XP, meg van külön karma. Szerintem ez... Na nem tudom, hogy a karma most, nem akarok hülyeséget mondani, majd megnézzük. Akkor nézzük meg, legyél kedves, mi volt itt. Enciklopédia. A guide. Keresünk egy olyat, hogy nem. Akkor egyet. Menu screen. Nem. Nem. Hát itt nézzük, itt menjünk teljebb, hogy... Nem, akkor a battle-be fontos, nem tudom, hogy... Szerintem az a tapasztalati pont lehet, nem? Hogy elveszik. De volt így, akkor két külön hát néven írja, és ezt nem szoktam. Tudod, hogy a lelkek elvesznek. Nem? Na lehet, mindig csak vissza volt kell külön, menni a lélekért. Csak volt külön XP is említve volt, úgyhogy nem tudom, hogy ez a karma, ez micsoda. Ez micsoda, ez a sztori eddig? Igen, ez, hogy a fekete hajó megérkezett Japán partjaihez, és ez a protagonist Blade-win, vagy Blade-spiss Night oldalra. Kis csaj! Ezeket csak ezeket a izéket itt kilövöm, Matthew Perry. Igen, ez egy valós történelmi személy egyébként, ezt tudom, hogy Matthew Perry, meg a egyébként valós történelmi személyekkel operál, ahogy hallom. Itt vannak még ilyenek, hogy... Edo shogunátus, ugye shogunátus ugye izé a Tokugawa shogunátus, ami valami 250 évig volt. Fuji-hegy. Momoryu. Ronin, Sakura. Clan, Black Sheep, Ronin. The Pale King szó vicce így fél egykor.
Hát a karma nagykó macskájának a... Mire jó a karma? Valaki tudja, hogy mi az a karma egyébként, mert hogyha nincs itt róla. Nem tudnak ezek semmit. Ülnek, néznek. Én sem tudok velük kommunikálni, mert én csak harcolok, harcolok. Öröm és boldogság van, jön a mester valami. Volt egy csír is, azt észre se vettem. Hú, derpi. Már ez nem most volt már, de Rezső csír ráadásul. Ja nem, hanem hogy tud Rezső fejet tolni, mert különleges előfizető, hú, derpi. Kérdés, itt van-e még? Na most... Ugye automatikusan oda tudsz, tehát hogy kijelölsz egy helyet a... Ez az, nem? Térképen elvileg. Aha. Ez a Vendetta. Ne, igen, igen, ez a Target of Vendetta, ez a Vendetta célpontja. De ott közben volt egy ilyen dolog is, hogyha kijelölsz egy helyet a térképen, és nem kötött a mozgásod, jelentsen ez bármit is, akkor elvileg oda tudsz automatikusan mozogni. Tehát, hogy lóval oda tudsz galoppozni, anélkül, hogy neked ja. kelljen irányítani. A Red Deadben volt ilyen. Igen. Hát kurva nagy világ van, azt láttam, hogy elég nagy itt is. És mi ide megyünk. Na jó. Lebukok, itt nem vesznek észre. Lángolva. Még mindig égek, baszki, hogy tudom eloltani. Jajaj. Vízbe kéne ugranom. A rohadék. Megállj, te ganyi. Ó, basszus. Ilyen durva kutya. Fasz meg. Most kicsit durva. De hátra szantok. Húha. Nyugi, nyugi. Semmi baj. Semmi baj. Okos vagy. Ügyes izé támadásod is van. Arról nem volt, hogy neked van ilyen támadásod, kutya. Várjál csak, hozd meg. Az jó. Ó. Azért mondom, vissza ne gyere! Reméljük nem szólt senkinek, miért szólna, nem? Csak nem olyan genya, hogy beköpi a játszótársát. Van, nézd meg. Ebből még baj lehet. Nem lehet ide felugrani? Nem nagyon. Zászlóknál lehet szinteket tölteni, mondta Devil King XZ. Azt mondja olyan, mint a Souls játékoknál, én Souls játékokat távolról tisztelem. Úgyhogy akkor ezt a jobban tudom. Vaj!
anyád! Karma. Itt van, tessék. Itt van, tessék! Ezért kellett megölni a kutyát, én ezt éreztem. Karma pont olyan, mint a szociát. Ja. Ugye ezek szerzik neked a skill pontokat, de akkor az XP meg a karma között mi a különbség, vagy nincs különbség? Mert volt egy olyan XP, ami... Rare skill points. Ja, akkor ezek azok, amiket lehet beváltani ilyen intellektus, meg dexterity pontokra. Aha. Hm. Ja, értem. Ez egy speciális skill-ek. Ez egy pontokat összeszedni. Ja. Hát elég szarul vagyunk. Hát ezek itt kemény emberek, na. A karmás csávó megvan? De végülis ott már semmi nem volt. Még és nincs. Mi az a zászló most itt a jobb felső sarokba? Az a karma szinte. És ha azt elérem, akkor... Akkor tudod ilyen a tábortüzeknél ilyen speckó pontokra beváltani, szerintem. Vagy ki fognak csinálni, ha nem találok valamit. Ott van egy manus. Azt le fogom vágni. Ez a radar, nem tudom mitől van egyébként, hogy most én... Gondolom azt, hogy ilyen ellenségek által ellenőrzött területen vagy. Na igen, csak honnan tudom, hogy hol vannak. Mármint, hogy érted, látok egy csomót. Reméljük, hogy nem figyeli senki hátulról. Ne haragudj. Nem kaptam nyilat? Nem? Puskagolyót kaptál, meg elixírt, meg pucsigatanát. Meg a puskagolyó az jó jön. Mert mondjuk, ha kinézem az emberemet, aki ott van 69 méterre, lehet, hogy ő meg pont a hegy mögött áll, nem? Akkor ketten voltak először. Igen. Azt, hogy fejbe lőném, akkor visszakapnám a cuccomat. Hát azt írja egyébként, hogy vagy megölöd, vagy egy kritikus találatot raksz rá. Ja, már az is elég. Hát akkor... Igen. Nézzük meg, hogy néz ki az a, ennek a visszaszerzése. Gyere! Anyád! Nehogy szóljatok valakinek! Ah, ez nem ő volt, bassza meg! Bassz meg! Erre nincs egy gyógyszer, ezt elfelejtettem. Hűha! 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 Hűha!
A kurva anyját, baszd meg. 133. Visszaszereztem legalább ezt? De mindegy, hogy visszaszerezted, de mert megint elvesztetted akkor. Nem, egyébként nem. De most ennél van 133, nem? Hát igen. Hát akkor... akkor ezt azonnal, azon mód, azon nyomban. Hát, hogy egyszerűen levágom hátulról. Bár elég jó éberségük van, úgy láttam. De honnan tudom, hogy nála van? Miért nem másnál? Ez csak a főnök. Hát... lehet, hogy az a 64-es, azaz. Hát őt nevesíti egyedül. Figyelj, hát a mappon, vagy térképen ki van neked jelölve, hogy Vendettára kijelölt valami. A nagy mappon. Miért ment el a hang? Most mentél csak be a bokorba, szerintem eddig pont nem voltál benne. Nem látom a fejét, basszus. Na, váltsám, nem is tudok ráváltani. Ó, faszom. Itt szerintem nem az van, hogy szólni akarnak valakinek, csak ha kimész a körből, akkor nem üldöznek fel, mondjuk ez is 2000-es évek. Hát igen. Ami nem maga a jelenség, hanem az, hogy 25 méter az ez hú. A inger küszöb, tehát... szép. Visszafutott. Uh-huh. Szerintem. Így egész jól el lehet így. Várj, ott valami történt. Semmi. Megint nem vettek észre, de mindegy. Újra és újra észrevesznek, ez is fura. Az a izé betalál. Na jó, mindegy, menjünk a... Jaj! Hát tényleg lehet, hogy ez volt. Ezért estem le alulról.
Hát nem. Nem az a hegymászoló, mint amire számítottam, pedig Japánban igen sok hegymászoló van egyébként. Zászló volt, vagy mi? Sárga lotusz, azt írja. Mert bal oldalt írja mindig, amit éppen felszedtél. Fekete homokacél. Lássuk, mit tudtok. Hogy az ilyen zászlóval jelölt helyekre, hogyha bemész és ott eltakarítasz, vagy megszüntetsz gondokat és enyhítesz konfliktusokat, akkor jobb befolyásod lesz és jobb kapcsolataid lesznek a környéken. Ez volt az a zászlójel, beért egy ilyen területre. Na most figyelj! Csak egyszer mutatom meg csak neked, egyik játékban sem volt még ilyen, de most figyelj nagyon. Figyelsz? Figyelek. Régi trükk, de működik. Oh, wow. Honnan tudtad, hogy robbani fog? Hát. Szabadítsuk meg a kutyát a fájdalmától szerintem. Az meg íjászkodna. Íj az anyád! Hát rá senki nem számított, megmondom őszintén. Rosszul esik, hogy te ott vagy. Na jó. Úgy akartam. Figyelj öreg, nem. Mindig ezzel istenül álljál, nagyon fontos. Csak pillanat alatt kell eltalálni a másikat, nem ám szarozni. És akkor most. Itt az ide, hogy megküzdjünk mi is. Huntara! Huntara Pantara! Látsz ezer. Anyák! Mi a fasz? Mi a fasz? Hopsz! Ez ügyes volt. Jó, ezt elismerem. Hagyj egyek egy gyógyszer. Kéz nélkül nem sokra mész, barátom. Ez is felszabadult. Felvirágoztatom egész Japánt. Nem tudom, meddig bírod, úgy. Hát... Azért ez egy jó kérdés. Ja. Hát figyelj! Nagyjából nem tudom, hogy mikor lesz legközelebb nagy lore... darabka. Az mit jelent, hogy lore darabka? Hát... story.
továbbmenés, érted, tudod, ilyen nagyobb küldetés, vagy ilyesmi. Hát tudod, érteni értem, csak tudod, ilyenkor mindig nem azzal van a baj, hogy nem értem, hanem utána neked megfogalmazni érthetően a fáradásnak az a következménye, hogy na, az nem szokott menni. Igen, igen, de mondjuk annyira nem bonyolult a sztori, azt érzem, hogy ide... Annyira nem. Az segít egyébként, hogy viszonylag közepesen ismerem a történelmi korszakot is, tehát tudom, hogy kikivel van. Tehát a japánok a japánokkal? Hát ugye itt a shogunátus tól próbálja a császár visszavenni a hatalmat, és amerikai meg európai befektetők jönnek, és itt ilyen hatalmas identitás válságnak a küszöbén van Japán ebben az időszakban. Csókolom. Hallja, amit mondok. Csókolom. De nem lehet kijelölni, megjelölni. Na jó, akkor szerintem itt tegyünk féket a lovakra. Még egy ilyen zászlót jó lenne megtalálni, hogy ha már lovakról beszéltem, ugye? Hogy itt valami olyan zászlócska. Térképen mutatja elmélek. De, hát ezt így lehet maxolgatni a térképet, mint a... Ez mi? Cat. What is the cat? Itt a... Ott a banner, azokat kell elérni, azok a lobogók. Most hirtelen ilyen szörny hangot hallottam. A ló ez többet röfög, mint bármelyik disznó, vagy van itt valami másik állat is? De én alszok be ilyen 10 másodpercekre, és a horkolásomat hallsz. Ja, az is lehet tényleg. De ez a víz mondjuk nem szép. Nagyon nem. Hát ez nagyon nem, igen. Oda nézd, az viszont van benne valami. Be tud menni a ló? Anyaj. Fosik a víztől elég rendesen. Ez mi ez? Kagyló? Kagyló. Igen. Hogy mászunk föl? X. X. De azt nem értem tényleg, hogy ez PS5-ön jelenik meg kizárólag. Akkor hogy létezik az, hogy szarakodni lehet a grafikával? Hát ki az, aki... Mert hiába jó a kép, hogyha... a szaggat érted. Nem tudom, ez a Ninja Studios, ez... Nem volt rá annyi pénz, de akkor meg ne adják el egyért. Na mindegy, tehát, hogy... Gostoxosima az egy... Hát ez... előbb írta valaki, hogy ez 30 rugó. Igen. Most újonnan. Az azért nem kevés. Az ott nem kevés. Egy... Hát a Tsushima-val egy árkategóriában van, és az... Hát már lassan 4 éves játék. Ugye? Igen. De hogy most annyi a Tsushima? Nem, de amikor a Tsushima kijött, ott ugyanebben az árkategóriában volt. Tehát egy ilyen... Ugyanazt a triplá kategóriát céloztam meg, ha jól tudom. Itt a zászló, amit kerestünk. Nos, hölgyeim és uraim, Mogger-san gyakorlatilag eljutott idáig. Összegezzük a látottakat és hallottakat, hogy ki mit mond, mire gondol. Én azt mondom, arra gondolok, hogy igazából, ahogy elkezdtem játszani, jó, és tényleg egy ilyen Dark Souls
élményt ad, de mondjuk az Elden Ringnek azért az az egészen fura világa. Nehéz összehasonlítani, én sokkal jobban szeretem a realisztikus dolgokat, az Elden Ring meg az egy ilyen nagy mese, de az viszont nagyon, nagyon profin megcsinált látvánnyal, meg nagyon, még akkor is, ha nem szeretem ezt a high fantasy-t, de annyira tényleg fantázia dús, hogy az nagyon erős. Viszont itt jó érzés küzdeni, tehát amit az előző fantasy-ben, nem tudom, azt figyelte, de amit Borssal csináltunk. Melyik volt az? Melyik fantasy volt az? Elden Ring ezt a Jagzanára, én arra emlékszem legutoljára. Nem. Egy új bemutató volt most. Szintén. Az a japán fantasy. Basszus. Az is japán fantasy? Hát japán, de nem japán, hanem... Ja! Nem a Tekken? Nem. Nem. Akkor fogalma sincs. Hát akkor, akkor én most majd mindjárt meg fogom mondani. Dragon's Dogma? Az. Így van. Lau tudja. Szóval a Dragon's Dogma, ott például a harc, az kiábrándítóan fos. Elképesztő durva karakter generálás van, de ott is inkább az arc, tehát bárkit meg lehet belőle csinálni, konkrétan eljutott erre a szintre. Viszont súlytalan, itt meg marha jó érzés harcolni, azt kell, hogy mondjam, tehát úgy, mint egy jó Souls játékban, hogy megtanulod a dolgokat, és aztán élvezetes a csata is, és gyakorlatilag órákat el tudsz kolbászolni, összegyűjtögetni mindent, és tehát egy ilyen szempontból jó. A Ghost of Tsushima-val meg nem lehet összehasonlítani, mert annak a világa, a látványa, a hangulata sokkal jobb volt, a küzdelem is nagyon jó volt a Ghost of Tsushima-ban. Hát ott realisztikusabbak voltak az animációk is, meg ugye itt, amikor konkrétan kameranézetet vált, amikor így levágod, amikor ilyen sérülékeny lesz, ott a Tsushima-ban meg mindig az volt, azt szerettem benne, hogy amikor katonával csapdosod, és már az utolsót vágod rajta, mert kevés az élet, akkor mindig így megakadt benne a kardja, és olyan átmenetek voltak egy-egy mozdulat, meg gombó között, hogy ilyen folyamatos volt az egész nagyon. Igen, az is jó volt a har, de itt is jó érzés, tehát ez a játék, megmondom őszintén, kicsit ilyen kimaxolós hangulat, mert el tudom képzelni, hogy beszippant annyira, hogy megtanulod ezeket a kombókat, és hát de mondjuk azért ez a visszarohangászás, tehát a Ghost of Tsushima-ban, jól emlékszem, az ellenfelek is tök intelligensek voltak, nem? Tehát de mondjuk nem tudom, az Elden Ringben se olyan okosak az ellenfelek, bár ott azért okosak. Na mindegy. Szóval ahhoz képest, hogy egy nagy durranás, tehát azt nem értem, hogy a Ghost of Tsushima árnyékával csinálni egy ilyet, van-e értelme? Egyébként azt mondtam, ezt a Ninja Gaiden-t, ami még volt két generációval ezelőtt, most néztem utána, hogy ugyanaz a stúdió, tehát ők ilyen japán kultjátékokat csinálnak, a Dead or Alive verekedős játékot például, úgyhogy ez nekik így konkrétan otthoni pálya. Ja, értem. Aztán már rég adtak ki új játékot, gondoltam, most ez jött soron. Nem tudom, lehet, hogy még egy streamet megél, de annyi minden van, amit úgy végigvinnék, illetve nem tudom, hogy az mennyire. Még a másik szerepjátékot is megnézzük majd még egyszer. Hát igazából jó, csak nem tudom, hogy mennyire nézik ezt például a nézők, mert annyira nem cuppantam rá, hogyha ez a kutyát nem érdekel ennek a közvetítése, akkor nem biztos, hogy nyomnám. Ez a game is jó hangulatú mester, engem becuppantott, de nyilván a Tsushima más. Milyen ide, milyen németesen írt, hogy Tsushima. SCA-val. Tsushima. Igen, szóval
Én most köszönöm szépen, hogy itt voltál, Puty. A játék... Gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy szerintem egy jó játék, csak hát olyan elődök nyomába lépni, azért ahhoz nagyobb teljesítmény kell. De ha csak szarjátékaim lennének, és ez is köztük lenne, akkor az tök jó lenne, mert ez biztos, hogy akkor végigvinném, csak közben meg már annyira durván jó játékok vannak a nagy világban mindenfelé, hogy hát hogy is mondjam, finoman azért nehéz átvenni a szerepüket. Úgyhogy köszönöm mindenkinek, hogy itt volt. A holnapi napon, hát ha lesz stream, akkor is csak este, de az is valami kis meglepi lesz esetlegesen. Aztán 28-án lesz, Rezső is, meg Öreg Gamer is. Addig pedig mindenki vigyázzon magára. Csodálatos szép estét. Köszönöm szépen még egyszer, Puty, hogy itt voltál. Ti vigyázzatok magatokra. Jó éjszakát mindenkinek. Szevasztok. Jó éjszakát.